Ugye nagyon décibes, mert nem akarok balesetezni, én itt utcára autóba. Szóval sziasztok, fiúk, lányok, paplovag vagyok, és itt vagyunk egy újabb csodálatos barátokat, és gyönyörű nappal, amikor pufika nyög, mint hogyha basznák. Cső, Digó, a rádió! Cső! Mi az, ez finomat ettél? Hát egy párizsi szendvicset, az finomnak számít? Tengerpart. Ez tengerpartnak számít? Ez nem a tengerpart. Valaki hát az hozzám jönni a Del Piero Los Santos Beach Los Fasra? Éppen a Blatzhoz visszük a fegyvereget, tehát most akkor nem. Akkor hívok egy fuvart. Látom, még mosolyó a YouTube Twitch-et, egyszerre írok mind a kettőt. Nem Hunter. Nem Hunter, jelenleg még nem jó. Dolgozik rajta a scam vonat, de valami hiba van, és újra kell írni a programot, amit csinált. És ezért sajnos ez nem működik. Meg lesz csinálva az is. Amint megvan, örülünk neki. Na nézzük, hú, de sokan vagytok leányok most a cseten. Hello, hello, hello. Rend Deborával, hát persze, hogy... Hát, az a baj, hogy... Tényleg nem tudok a városban lenni este, ne arra úgy. Majd kápoltolok valamivel. Kis sajt rá, 2 percre be a mikronba, és úgy finom a párizsi szendvics. Figyelj, úgy is jó egyébként most. Megvajaztam egy ilyen tószkenyeret, raktam bele sajtot, meg erős paprikát karikázva. Az a párizsi, meg piros arany, az cső. Teljesen jó, tehető étel. Egy vacsira jó az. Szia, Eterok, szevasztom. Na, hogyha már nem vagyunk jók a Deborának, meg felhívjuk a bosszit. Szavazásnak így nincs sok értelme. Valaki csinált egy szavazás, hogy ki van? Mondja, Csasikám. Merre vagy? Itt vagyok a Vidám Parknál. Megyünk, érted. Köszi. Merre vagytok? Mert ebben a pillanatban megjött a taxi, mert azt mondtátok, hogy nem jöttök. Akkor nem megyünk erre, megyünk a placra. Oké, placon. Vada meg nem megyek taxira. Jó, akkor megyek majd. Csumi, figyú már, el tudnál dobni engem a izére? A kockaparkra, he? Vagy nem tudom, hogy hol van az a tengerparti lófasz, de ott raktam le a kocsimat. Te vágod, hol van az? Tengerparti. Aha, a tengerparti garázs. Hát abból kettő van, van itt lejjebb a... Mi az Isten, ez tetkósnál, meg fent a izé mellett. Hát ott a maszkos tetkósnál van. Dobja már ott, legyen már egy úr. Jó van, jó van. Kösz már. Slav, hálásan köszönöm a harcos a szintű támogatást YouTube-on. Nagyon szépen köszönöm. Intézünk mindent is. Nagyon szépen köszönöm. Ott milyen napod volt? Hé, jó volt már? Minden jó? Jók a fuvarok? Egyelőre csak 3 fuvarok volt még a mai nap, de mind a 3 az börtöntől vissza. Börtönbe. Ó, hát igen, a shiftesek azok ilyen. Figyelj, te ismered a Deborát? Nem találkoztam még vele. Akkor nincsen tőle gyereked, jó van? Nincs. Hála az égnek, még senkitől nincs. Nincsen? Nem szereted a gyerekeket? Vagy miért, hála Istennek? Hát de imádom őket, csak tudod, fő a biztonság. Mondjuk megmondták, hogy csak szaporodjunk megállás nélkül. Hát igen, egyébként Jézus Krisztus szerint az a legjobb. Na, meg is jöttünk. Nagyon nagy király, nagyon jöttünk. Szépen köszönöm. Dobok egy számlát az úriembernek. Mindjárt kivis, fizetem neked egyből. Csak tessék, úgy tessék fog. Is akkor. Nagyon szépen köszönöm, szimpla alkalmazásra. Mindig, jó, legjobb taxi. Csőváz. Viszlát. Ja, várja, ez viszont ez kell nekem. Érkezem, plac. Volt még valaki?
volt, azt szerintem intézték csak. Ja, az intézve volt, hogy néztem az... Csumi Dári, haj! Szia, Manó! Csá! Új helyed van, Manó? Dolgoztál, vagy igen, az mi a baj? Nekem elrontották a hajadat? Nem. Ki volt az, megöljük? Nem. Ki vett el a kedvedet? Szerintem engem utál egyébként. Nem. Igen, mert Bufi bácsi volt. Végig egyedül mentem a BMW-be, szerinted téged utál? Ja, nem véges engem utál? Sem. Rád maximum haragszik. Ki tudtál, szóljál? Kinyírjuk. Senkit. Csak verekedni akarok. Verekedni akarsz? Gyere. Nem veletek. Na verd szét a Pufi bácsi. Hát akkor elviszek egy csávóhoz, kirakunk, azt megvered, az ugye? Hát vagy a bagaszosokhoz kirakjuk, azt szétcsapja őket. Na gyere. Semmiképpen. Én egyedül. Gyere, keresünk valakit. Gyere, keresünk valakit, hogy szétcsapod őket. Üljél te elő, most te lesz a jelcegnek. Jöttek ti is. Persze, megvédünk, hogyha visszajött, megöljük. Nem tudom szállni. Igen, várják, kimegyek előre csak. Jó, mehetsz. Biztos mehetek? Nem látok semmit. Persze. Nyomod, fasz. Ja, sasnak nem kell jöttek. Sas az plusz egy. Sas, jössz te is. Nem férek be. Miért ne férjünk? Nem egy személyes? Másik kocsi, nem. Nem, ez nem így. Tehát másik kocsi van. Ott az autóm, kinyissam neked? A Digo mobilt, vagy átüljek bele? Cigány BMW-t. Mi az, hogy cigány BMW-t? Az egy tőled kaptam majd meg. Azt... Már rég meghozattam volna az újat, csak... Csak lusta vagy igazából, sose fizetett be a részleteket, és emiatt nem hozza ki a bank. Kurva szállni. Biztos olyan, mint egy méltán híres streamernek a 3D nyomtatója, az se jön meg soha. Te jó, miért majd a fogadás, na mindig. Jaj Istenem. Ramóra sincs a városban. Igen, pedig azt hittem, hogy ha nincs ló, jó a szamár is címen, mivel ilyen a Digo, még mielőtt azt mondjátok, hogy én. Gondoltam, hogy akkor befűzzük a Ramónát, hogy menjünk el. Ő is mondta, hogy vigyük el valahova. Na kit basszak azért, hova menjünk? Uhuba? Uhuba. Ott mindig vannak lányok, az lezúzhat egy csajt. De neki nem lány, még kell lányja verekedni, a fiút férfit is akar megvenni. Jó! Na azt a mentős leverjünk. Ha? Hagyjuk dolgozni. Hello! Nem, a barátnémet nem bántjuk. Nem? Yeah. Csajcsata! Szia! Szia kicsi! Nem. Hello! Hello! Na ápolót megverhetnéd amúgy, nem mindegy. Melyik köcse? Hát oda ült a izé mellé. A csaja mellé. Biztos féltékeny. Féltékeny vagy Pufi bácsi? Mi lennék féltékeny? Nem tudom, mert faszal van. Kapjunk el egy rendőr. Tele vagyok illegális tudszabb az meg. Azt úgy el keverni, hogy ne tudja meg. Mondani senkinek. Kipitelje most azt? Aha, nem mered. Hát tudom meg kipitelje magát. Nem tudod, úgy láttam, igen. Faszakadt a szemem. Na ott mi van, a sas? Öld meg nem mind. Semmi! Hát neked szöngeti tavakot, fasz meg. Csőcsajci, mi a helyzet? Szia! Szia! Mi a helyzet, Csajcikám? Igen, igen, most meg már gondolom, hogy igen. Igen, igen, hát láttam, hogy hívtam arra, hogy pont el voltam gondolkozni. Csímben nézzük már. Semmi baj, igen, igen, csak felhívtalak, hogy mi van veled, meg ilyenek, mik a terveid mára. Mára? Mennyire vagy lefoglalva. Ha még mindig csócsálja az új faszid a csöcseidet, vagy most már szabad vagy egy kicsit. Szakítottak. Képzeld el, hogy arra ébredtem ma délután, hogy kaptam tőle egy SMS-t, hogy elköszönt tőlem. Komolyan? Ja. Hát szerintem akkor nekünk szexelnünk kell. Már még kell hallgatnom azt a beszélgetést. Jó van, Pufi bácsi, dugd be a füled! Hát húz arrébb a faszom! Pufi bácsi előtt mondasz ilyeneket. Szóval, hát igazából, mert itt vagyunk 8-an. Vagy 8-an, nem? Jó van, dugjátok, jó, mindjárt jövünk. Hát dugd be te. Istenem. Jó van, na hát, na megőrültem. Na, dolgok. Figyelj csak, ez egy kis diszkréció. Nem diszkréció, oké. Okay. Igen, most odébb mentem. Igen. Ők elmentek a gymbe. Yes. Meg ilyenek. Gymbe. Szóval akkor te most szingli lettél? De mi? Hogy? Mi történt? Nem tetszett nekik az ikrek? Vagy mi az új? Ha most csináltattad meg, nem most hullottad ki magad. Azt már egyből kirakott, hogy viszlán. Tudom. Meg se kérdezted, meg se verted. Megverjük, kinyírjuk, mit csinálják vele? Ide figyelj, nem tudok neked válaszolni. Miért nem tudsz nekem válaszolni? Telefonálunk egymással, akkor válaszolhat. De egyfolytában beszélsz, nem tudok a szabadba vágni. Ja, értem, akkor hallgatok. Mesélj.
Nem tudom, valamin igazából behíz tizet, és nem tudom igazából, hogy mi. Már is nézem Máté, csak közé. Mondtam neki, hogy ne legyen olyan paraszt. Nem tudom. És ezer érdekesen viselkedett az utóbbi napokban, aztán berágott, de nem tudom. Úgy írta az SMS, mintha egy ámblokkal utazott volna a városból, érted? Úgy berágott azért, mert azt mondtad, hogy ne legyen paraszt, hogy ki... Úgy berágott, hogy ne legyen paraszt, hogy elment a városból. Igen, hát nekem úgy tűnt egyébként, ja. Hát ez egy fasz. Tudom, pedig én nem bántottam. Aha. Sok előzménye nem volt, csak egyszer szóltam rá. Egyszer rászóltál, hogy ne legyen, mi volt paraszt, mit csinált? Hát amikor ott voltam, akkor egész normálisnak tűnt. Még azt is engedte, hogy elmenjünk randizni. Igen, akkor még normális volt, nem tudom, nálam ilyen két hétre vannak kalibrálva a palik, úgy néz ki, és két hét után megbolondulnak, nem tudom, igen, mi történt. Megőríted őket? Hát de én nem csinálok semmit. Hát lehet, hogy ez a baj egyébként, lehet, hogy épp, hogy kéne csinálnod valamit, nem? Kicsit húzni az agyukat, vagy egyébként? Valami. Hát például egyébként, ja, lehet, hogy egyébként lekerzt nekik egy-két tizet. Pofont, akkor úgy értem, semmi rosszat nem csináltam, tényleg. Hát akkor nem tudom. Szóval nem értem. Szegénykém. És akkor most bánatodba inni fogsz, meg ilyenek iszunk? Ja, én szoktam néha inni, de nem bánatom, csak hogyha éppen olyan kedvem van. Hát meg is ünnepelhetjük, hogy vége van, ha gondolod egyébként. Nem csak bánatból kézzed, lehet inni. Azt esetik a többiek, hogy egyszer úgy be voltam rúgva a kaszinó tetején, hogy levetkőztem. Akkor elmegyünk ma inni? Csak ésszel, nem akarok levetkőzni. Persze, persze. Csak ésszel. Mikó? Mit csinál? Mikó? Én itt állok a mehában, nézem, hogy a tesóm dolgozik, semmit nem csak most se. Jó van, figyelj, nekem még van egy kis dolgom, de mit szólnál, hogyha mondjuk... Jó. Nem gond, csak egy kis dolgom. 8:30, kaszinó mondjuk, az úgy hallottam, hogy ott a kaszinó tetején tök jókat lehet inni. Jó, ott felőlem, jó. Jó, hozzá fürdőruhát is, meg ilyenek, mert azért érted, most akkor már mártozunk egyet, itt a jó idő, meg minden. Megmosom a látadat. Jó, de csak óvatosan, én még nagyon a törnőnek hatással ott vagyok. Persze, gyengéd leszek mindenképpen. Jó van, szia! Jó van. Szia! Pufi bácsi, van nálad koton? Nincs. Miért jön neked koton? Fél kilenc. Meg fognak baszni téged, vagy mi? Megyek el. Keresd le vele, ötből a szájába. Várják, milyen nőhöz mész attól függ? Nem mondom. Ha baszihoz mész, akkor megint csak egy büdös pancsárból, és nagyon meg fogok verni, geci. Most annak a csajnak akkor kell, vagy neked kell, akkor... Mit akarsz tőle, bassz meg, hogy négyszer offolt ki, és csúszol utána? Hát légy már egyszer, férfi, bassz meg! A Pufi bácsi, ne legyél már ilyen, jó? Ne üssél! Hagyd abba, Pufi bácsi! Te is! Mindenki, nem igaz, már még kell bántani a szerelmi életem! Jó! Nem vagyok papucs! Szüperős vagyok! Egy csicska szar papucs van. Nyert a Manó. Szép volt. Jó, szíve, nagyon ügyes vagy. Szép volt, Tori, megnevettem. Megfogom az iszt, összetöröm a telefonodat, bazeg, biztos, hogy tudja neki írni. Az baj. Jó van, Lakatos? Jó, jaj, ne! Jó, hozok közben. Csak kicsit pihen. Hallod, a digót, azt kettezzük be, lesz dobjuk be az izébe. Most mi? Most összetörtént a telefonomat? Nem nézte az a köcsög nőhöz. Engedd el a gecibe. De most... De azt mondta, hogy levetkőzik a kaszinó tetejé. Csak le kell itatnom, azt mondta. Azt akkor mi a faszom van, azt a több ember van ott, akkor is levetkőzik? Na hát akkor már van valami baj. És ott mi baj? Viszlát. Karácsonyt. Én nem vagyok irigy. Hááááá. Szabados szellemi vagyok. Nem adja közösbe a csajt. Akkor te olyan pari vagy, aki engedjen a lélek, hogy OnlyFans ezzel? Hogy a faszomban el? Azt utána fizetheti, hogy megyünk a föld körüli úton, meg minden. Miért? Utána megpújkázom és csinál egy selfit, meg ilyenek az OnlyFans-ra. Azt azok megfizetnek érte. Na. Most már jobban vagy, Manu? Igen. Intéztem. Na, te meg, geci, összeszeded magad végre? Egy kicsit ragozok. Én össze vagyok szedve, csak azt akartam, hogy védekezek, mert egyébként burokja lesz, vagy mi. Igen. Hogy a Deborah-ról van szó? Nem a Deborah, Ramona. Az a ma lett volna rendezvú, de az lemondta, hogy most nincs a városban. Azt gondoltam, hogy... De Deborah az a izébe van együtt. Nem kedved beszélted, hogy nem az. Nem hittem, arról van szó. Kedved beszélted, hogy az a pancsernővel. Így van, lemondta.
Hát akkor dögöljön meg. Hát ezt mondom én is. Azért megyek a bosszihoz helyette. De mi a boss, mit mondod most neki a telefonban? Ja, hogy a, izé, hogy, a, hogy a faszia az kibaszta ma reggel. És akkor minek kell neked... Hát mi mondta, hogy nagyon depressziós, és hogyha iszik, akkor levetkezik. Gondoltam, hogy kirakta a csávója, akkor ma megbaszhatom. De nem áldig van, Ramona, lefeküdt már tesómmal is együtt, volt apukámmal is. Hát és akkor majdnem olyan, mint hogyha rokonok lennénk, izé, Manu, hogyha én is lefekszem vele, nem? Nem jó. Édes Isten. Édes Istenem, mit csinálják? Mint a vízsit dobnál a sikátorba. Ezt most én mondom, csak mondom. Mi? Nem, nekem nincs bajom Ramonával, nekem az a bajom, hogy négyszer kioffolta, és az a fasz csak csúszik után. Nem csúszok, hogy minden után csúszok. Nem utána csúszok, hanem minden egyes nő után. Szia, szia kolonoszkópia. Joker! Hát add már meg annak de, a vízének hát a számát, olyan, aki a bankrabláson szedik. Egy összejön. Sose szabad feladni, azt mondták. Never give up. Szia, Jessica. Megvan még a számot. De tényleg ennyire pancser vagy amúgy? De most miért vagyok pancser? Hát azt mondta, hogy elmehetünk, és akkor iszunk, meg csajolunk. Nem vagyok pancser, Spiller vagyok. Hol van most az a nő? Mi? Nem tudom, hol van. Megbeszéltük, hogy fél kilenckor megyünk. Az... Nem be, akkor genyózni de fogsz vele. Menjünk már csoportosan. Hívd fel, tudod a számát, nem? Csoportos vele is. Nem tudom a számot. Miért tudom a számot? Nem kell nekem a számot. Nem? Anyukám már beszélt vele egyébként, hogy tök jó Spiller lenne, meg minden, meg jó. Hát egyszer elmentük anyukám. Most nem én akartam, anyukám akarta, és ő mondta, és oda ment. Úristen. Riárdovics, nagyon szépen köszönöm a templomos lovagok szintlépést. Ember. Most mi? Hát nem én mondtam. Anya mondta, hogy ki az a Ramona, azonnal menjünk oda. Engedd már az édesanyádat megszültve. Én elengedtem, de most mi? Most neked baj, hogy én tartom a kapcsolatot anyukámmal? Nem, az a szeretjük bajom, hogy 18 éves vagy, basz, mert így van. Anyáddal mész csajozni. Azért talán, mert anyukám kiskoromban meghót, azt most már jobban van, azt azóta nem látom, azt próbálom kiélvezni a perceket, amiket újra vele lehetek. Igen, és hol van most anyukád? Hát nem tudom egyébként. Na hol van? Na, ilyen holok kurva anyám van anyukád. Dolgozik gondolom, te meg nem szépen beszélj már róla, he? Nem mondom a kurva anyámba. Ja, akkor nem jó. Én nem mondom, hogy kérdezzünk együtt, és mind így barátok, elmegyünk és megnézzük, ha leiszta magát, akkor levetkőzzük. Mi? Én nem akarom. Manu, akarod. Manu, te akarod. Ez a szívem. De bár most engem lesz itt, hogy az anyámmal megyek csajozni, azt erre most van egy jó spílem, hogy felmegyek a izére, a kaszinotettőre, azt lesz valami szex, azt jól jöttük sokkal. Mi csak segítünk, hogy jól legyen. Nézzünk. Hát mert Szingli elküldte nekem a cicieit. És segítek, hogy jó. Tehát elküldte a csöcseit. Én nagymesterrel vagyok, mutom már a képen. Megmutattam, de összetörte ez a fasz a telefonomat. Egy éhes milfel vagy áll szemben. Manu, beszélj ez az idiótával. Jó, nem szabad. Igen. No. Jó, de te csak azért mondod, mert az egész családoddal lefeküdt, nem? Hát, de Deborának meg a várostól van gyereke. Az nem elég, basz meg, hogy mit szeretnél a végig? Balog Daniel, nagyon sokat köszönjük. Nem nyomott meg, amilyen nem normális. Miért nem normális? Egész aranyos. Is fönn van, nem látod? Hát és akkor... aranyos. Én végignéztem, hogy apámmal, na mindegy, meg... Mit csinált? Mondd meg. Nézted a japáddal. Nem, hanem, hogy ott hiszett meg, könyörgött, hogy feküdjön már levele, mert hogy senki nem akar vele ezt jönni, míg ilyenek. Neked ilyen nő kell? Hát akkor igen, akkor meg főlek, az ő, még könyörög is, hogy meg... Sanyi van. Apám, aha, miután apám kioffolta, utána átment a testvéremre, érted? Tehát vagy ő, de? Ők fizettek meg, jó? Na, de akkor ki, nem akkor nem is volt apáddal, csak akart lenni apáddal. Hát csak, de nem volt pénz nála. Lefeküdtek, csak ja. A Ramona kapcsolatot is akart. Ez, mit? Bokrot is akart? Kapcsolatot. Ja, kapcsolatot azt mondta is apa, akart. Hogy no. Mondta, hogy csak szex. Aztán jöttesom. Aha. Hát igen. Ja, és akkor kipróbálta. Ezt tényleg fejbe basztak, látom, geci. Tehát, ja. Nem is értem, hogy a faszomba kerültél a mi családunk partjaira, azért, mert itt ilyen hülye emberek nem születnek. Jó van, már most csak egyszertek. Most mi baj nektek, hogyha valamilyen izén nőstény jön? Nem az a baj, hogy valamilyen nőstény jön, de ez nem valamilyen, ez olyan. Szóval én azt mondom, próbáld ki, tanulsz. Nem, pont ezt akarom kipróbálni. Ha nem, akkor megverül. Próbáljuk egyszer mi is, aztán elmondom. Így, ki akarom próbálni. Mi? Azért nem mondom. Most mi? Most a levegőben nem mutathatom meg? Nem, jaj, jó, ez már lőment. Te rohadt. Jó, láttam meg. Jaj, ne haragudj! Jaj. Mi a fasz? Te megverekedés! Az, nem, mert én már verekedtem.
Na, még be vagy, hát én meg a csicska, hát... Out, te vagy a csicska, vagy mi? Out! Out, baszi! Out! 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 Fáj! Out! Miért egy... Out! Out, baszi! Kiültem beled rossz lelkeket! Hogy a farkát elfogadtad, nem jó. Mit csinálsz, te hülye állat, te hülye! Te nagyon hülye, te nagyon állat, te! Fáj! Látszik, hogy fáj, bazeg, a fejbe rúgtalak! Le fog száradni neki, hogy... Bazd meg! Között nincsen a bosszihoz, bazeg, ez egy 40 éves milf! Engedd el, nem neked való! 18 vagy ember, mit akarsz? Most ember négyszer ott volt ki! Elmész vele találkozni, ki fogom hívni pedofíliájára rendőrséget! Jó, ott fognak razziázni egy négyszer offolt ki. Nem, nincs becsületed, bazd. Csak játszik. Mi csak elmegyünk úgy iszogatni meg ilyenek mi most abban. Mi van? Ti is jöhettek. Szia, Máté. Ja, kell kutolni. Ah, nem eszedem, hogy meg... Restreamen átírtam ezek szerint ott a kikkel nem update-em. Valaki hív nekem a gyors mai fájlám? Nem tudom. Gyere, vissza. Nem tudom, mert összetörted a teraumat. Mi a száma? Összetörted a teraumat, fingom sincs. Itt van, bazd meg, írd be a telefonomba, tessék. Ja. Oké, Hát most van túlszokászom, nem ez szóval a tagóra. Hol a geciben van? Elvitted a cuccot közben? Mit akarsz? Már meg... Az a szép túr. Na, 5-23. Yeah. 5-23? Ja. Add majd a telefonon közben. Kire szövek gyerekét? Lőnek a srácokra geci. Mindjárt átírom külön. Mit fasz csináltad ember? Beszólt valami piros, bordós, Ford F450. Agresszívek, mint a kis barát. Ez a restream is egy jó nagy szar, hogy nem frissítik le a cuccokat. YouTube-on már nem megyek át megnézni. YouTube-on külön stream van, azzal nincsen gond. Csak tudod, mióta jött az OBS frissítés, és nem tudok multi-stream plugin-nal streamelni. Azóta használom a restreamet. És a restreamben van egy olyan, hogy update all titles. Jó, Andigo, rűcs vagy BMW, jó, mint a rohadék. Hát ez legalább egy autó. Felhívtad a Deborah? Vagy izőt? Még nem, majd mindjárt. Jó van. Jó, megkérdezte, hogy jöhet-e a testvére, szóval igazából te is jöhetsz, csak olyan testvér randi lett. Nincs, hagytál a békén a hülyeséget, döget. De nekem erre van időm. Hát jó. Nem véletlenül egy rom volt? Nem. Geci. Nem is lesz neked semmi akciód, mert most felhívom, geci. Ezt úgy beolvasod neki, bozd meg. De miért olvasol be neki? Mert engedjen el téged, geci, mi a faszt etett téged, bazöngön, hogy kis kutyát. Nem, tudom, most tudom, mit csinál? Szimpeled az ember, Jimből szimpeled. Jimből menjetek el, mert úszod. És az baj? Hát az baj. Hát a Bell Delfin szimpeli. Geci, de az egy csicska. A Bell Delfin. Mindegyik nő egy csicska, aki hagyja egy szimpeljét. Minden nő egy csicska. Nem mindegy, hát geci. Divó, bazd, hogy ne idegesítsél már föl. Jó van, nem értem. Hello. Szia, Perec! Én most ezt nem is nézem. El ne üsd a Pufinak a nőjét! Jó, geci, tényleg! Nem dolgom van! Ne tessék be az út kellős közepén állni! De kinek amúgy? De kinek? De ne gyere már nekem! Nem én voltam hülye gyerek a hátsó ülésből, te szerencsétlen! Hát, hogy dögölné meg! Madál! Szép napot! Látod? A szimpelés. Kapsz olyat mindjárt, geci, csak szálljunk ki, geci, hogy na, mi vetsz akkor, mire... Jaj, te Digót? Igen, ezt szerintem. Tartom, baszni a Digót. Na, most felhívom ezt a picsát. De most ne legyél már vele bunkó. Megvan a száma. Most miért kell gonosz lenni vele? 523, jó, felhívom. 524 volt. Beszéljek vele én? Nem, miért akarsz vele, miért akarsz vele beszélni? Melyik az a paraszt, aki ide dob 5 takót a földre, bazd meg? Nem tudom. Szerintem egy vagoszus. Egyébként nem. Az akár egy bunkók. Jövő perc. Mondd már, kapi telefon. Kiangosítást terveztek? Igen. Nem tudok róla. Szerencsére nem veszi föl. Na, most lett hogy rossz számot adtam meg. Jó vagyok, köszönöm hát, szépen. Hát, getingó. Én jobban vagyok. Dögölné meg. Maga kedves Jack, magát bírom, pedig rendben. Jack Daniels, azt a köcsög madállat meg nem bírjuk. De egészségük le. Fogom anyukámnak, kiveszem innen a dugi telefonját, és kicserélem az én töröltembe a szint. Nem kérem meg papír a BMW típusát, és veszed meg a puf... Neked akar ajándékozni? Majd. Nekem annyira nem ajándékozni. Lagyi. Hogyha nem húzza
mozzanat, vagy a fájdalom, tényleg gyere vissza, hol... Köszönjük szépen, mi nem vagyunk ilyen irányzatúak. Hát a többiekben nem kételjük. Na, kaki. Pisi. Akkor Randy off, dehogy off. Majd itt, fel, itt írok neki sunyiba. Itt hagyták, kimentek. Komolyan? Igen. Igen. Na jó, jöhet valam a következő úriember, akinek sérülése van. Gyere. És elhagyt. Itt vagyok. Igen. Szia Manó! Papucsod. Szia. Mindig a papucsod. Nem sejtem neked gumit. Ez nem papucság, hogy velem jössz. De. Ja, de, mert azt mondtad, hogy na, gyere ide. Azt mondtam, hogy jól van szívem! Mit fernél? Mennyi az esély arra, hogy az a Bordóram F450 bláczos volt is rálőttem a bláczosra? Hát, az faszak most helyek vagy házban. Az jó. Megörödj bele a nép! Katás 3, nice. Merre elmegyünk bláczhoz, bassz meg! Pontosan? Na ennyi. Jó van, pufika még megvan. Akkor nem jössz el velem, Sasi? Hát nem is tudom. Randira. Hallod, Pufi, elmenjünk ez a szerencsétlen narancsra? Ne mindannyian! Előtte beszélek a bláccal. Jó, mindenkinek kell jönni, azt mondta Digo. Mi? Nem! Felszolgálva, rá. Nem ezt mondtam. Megszolgálva, szolgálva. Megszolgálva, csajt. Jokerre nője van, ember! Jokerre nője van! Oszd meg és uralkodj! Oké, Randit, mi meg ott leszünk, hogy felszolgálok. Annál csak ott adok, nem azt mondtam, én baszom. Micsoda? Te leszel egy gyertyát tartó? Egy Randit, nyílt helyen, ahol van asztal, meg minden. Igen. És majd veszünk kaját. És akkor vedd a fejét jó erősen az asztalba. És eljátszok, hogy mi azt beszéltük, hogy piálni fogunk csak most. Hogy veszünk sok piát, felmegyünk, és medencézünk. Szóval el kell majd mennem venni még fürdőruhát, mert nekem nincs, és mondtam, hogy ő abban legyen. Veszünk izét buhvárpracokat, és elbújjuk a medencébe. Jó. Milyen vagy? Miért? Hát úgy nem fogad meg. Hát ő egyébként is úgy néz ki, nem mint egy terehúgyozó. A nagy csúnya volt. Megbasztam a szállat. Hogy az hozzátok tartozik ilyen, akkor igen. Igen, itt vagyok. Igen. Na jó, van, én voltam, igen, felkutattam. Jó, hallottam. Igen. Beszóltál testvéremnek? De szép autó. Elverek és... Júj, ezt nem akartam, ne haragudj, a maszkomat akartam felvenni, bocs. Szép autó. Ja, autóba meg nem tudom. Viszik a blázasok a kocsiben. Nem, a Shadow. Ki a faszom? A Shadow. A Jerry-ben van. Kurva szállad a Jerry. Jó, szóval... Amúgy én is úgy is állítottam volna, csak... Szólj már a cincilló, mondom, mert elvitt a kurva járművel. Mindjárt adom neki sajtot. Elmondtam, mit mondod. Figyelj már, te sajt! Figyelj, nem emberrel, öttem kerékre. Figyelj, nem találtad el még a kocsit sem. Miről maradtál le? Egész sok mindenről. Lyukas, ki volt, lőttem a kerekét. Nálam le. Ott jó, vak vagy. Ott van a kocsi. Akkor most mi a fasz? Azt mondjuk, hogy kilőve a kereket. Biztos, hogy is kilőve jég. Még egyszer nem hallom. Erre. Akkor kurva szállat. Biztos, hogy is kilőve. Mi? Ez a sasadó. Mi? Jó. Amúgy téged hogy csinál? Weber. Weber. Mondj, te még új fiú vagy, nem? Szép. Életemben nem láttalak még itt, bazd meg. Te gusztustalan vagy. Ritkán vagyunk itt biztosan. Jó, akkor majd ilyen mondja, hogy agresszív vagyok. Szóval erre figyelj. Ezt észrevettem. Szedd alá, szedd alá. Deszkós verd a szél, aki. Csumi Dári hajt. Lehetek csupa. Jerry, basszalak meg, hogy szétbasszalod a... Így, gyere ide! Pillanat hajtokatok a szakát! Pillanat, csak el kell indulnom előre. Ó, látom, beverted az angyadat a fejedet. Jaj, az fájhatott kis pajtás. Akkor ez jó lenne. Igen, 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 igen. Az igen, ugye a pufi is. Teligáz! Teligáz!
Szóval marad, geci! Tapad a cigárkét! Jóó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 
amúgy. Álmodra, áthajtok rajta, geci. Na. Ez cserbe. Juuuuh! Boldog karácsony! A szépet bucskázod. Most fél kilencig várjunk, bazd. Fél kilencig, ember! Még el kell mennem fürdőruhát venni, mert ilyen fürdős buli lesz. Milyen, hogy értem? Felmegyünk a kaszinó tetőre, medencézünk, iszogatunk. Medencézünk, megbaszom. Hát így, hogy ennyien leszünk, kurvára nem csinálunk semmit. Egyébként se örültek neki, hogy csinálok valamit. De közösen csinálom. Ki én senkit? Engem ezt nem hagyjátok. De a sors. A sors? A sors az a sors. Ja, a sors? Elnézést, mi nem megyünk sors. Miért akarsz szopni, Sasi? Nem tudom. Csak megyünk. Nem vagyok. Ott van szembe egy ruhadót, ott megállhatnánk fürdőruhát venni közösen. Közösen. Szerinted Pufi bácsinak van olyan fürdőruhája, ami rámegy? Szerintem nincs. Ön oversize az öreg, az a baj. De akkor, hogy a faszom, mi a gecé nem állsz meg, te nyomorod? Igazából ez szabályba is lehet. Nekem mondtam egyébként, nem? Dehogy. Nem, Jézus Krisztusnak kéne mondtam. Puf, amúgy a szabályba kéne tolni egyébként. Mi? Hogyha valakinek kívül van egy csaja, akkor az egyszer meg kell... Mi is oda? Látod, azt mondja, hogy mindenkinek meg kéne kurnia a nőmet, csak mondom, ilyen emberek vannak, érted? Hol a na, akkor ők még nem tudják, mi ez a szeretkezés. Ja? Aha. Csak azt értik, hogy vaszás meg ilyenek, semmi érzik. Hát igen. Te végbe vagy? Nem tudom, mire költözel át szívem, mert nem megyünk. Mi? Szia szívem. Hát, igazából nem is kell átöltözök, csak leveszem a pólót. Ja, várjál, mert minket Digót elhívott. Megérkeztem. Jó, elviszem a magot, csak azért örüljél. Megyünk, reagódj. Jó van, de jó viselkedjél. Jó viselkedjék, hát én. Áj, bazdmeg, ez a 70-es évek, ez a fürdőnadrág. Csak ez jön rám, bazdmeg, jó ez. De súlyod, jól látom. Még rád se nézd ezzel a... De csúnya vagy, bassz meg. Csoda szép vagyunk. Ja. Ez jó. Aha. Dég! Izé, kukásruha. Ennyi. Nem viccelek, ez jó. Most ez a kis gyerek végre, mert azok eladja azt a gecit. Pufi helyet akar, minek neki fürdőről, mondjuk ez igen. Kártya. Már el vagytok, srácok? A gym melletti ruhás. Szádba. Jó vagyok. Jó, és akkor nincsen csini fürdő rutin? De van, csak most másik ötletem is van. Ja. Jó, ha nem leskelődök, megyek. Pufi bácsi, te nem veszel fürdőruhát? Nem, én nem fürdök. Miért? Látszik. Sose értettem, hogy a kövér emberek miért nem fürdenek.
Mi ezt a kövér embert nem fülelenked? Hát nem vesztek ilyen fürdőruhát, nem mentek be. Szégyeled a testedet. Nem, csak nincs kedvem. De minden nagy kő alatt egy nagy kígyó lapozik ezt. Lapozik? És mit lapozik? Szőrös heréket. Digót most kéne dzsukába vágni? Tudod, hogy meg ilyenem? Nem. Na, mit csinálunk? Én lassan megyek aludni. Elmész aludni, Pufi Márcsi? Én is, ha visszaérünk a placra. Én nem fog fél 9-ig bánni erre semmire, szóval, ja. Azt hittem, hogy eljössz. Bulizunk egyet, iszunk egyet, bemutatlak a bossinak. De nem mutasd be a bossinak, mert... keci. Eleve nem is értem, mit erőszakoskodsz azon az a nőn. Hát nem erőszakoskodok, szépen mondom, hogy mi lenne, ha. De bazdmeg, ha nem fogsz teljesíteni, nem fogja átkozni a farkadat. Az micsoda? Le fog száradni. Leszáradni. Azt mondta, azért vigyáznék amúgy, vagy jól megcsinálod, vagy nem értem. És van ehhez valamilyen, nem tudom. Trükkot, hogy hogyan kell jól megcsinálni. Ez egy hetes tanfolyamon kell részt vegyél nálam. Tanfolyam? Persze. De rajta mutatja be. De ezt így mi? Nem mutatunk be semmit, tanácsokat. Tanácsok. Tapasztalatok, még érted, de... De most így most tudok gyors. Azt mondani... Nincs egy fél órás kurzus. Fél órás kurzus. Aha. Fizetek lesz. Életed az köbög 3 másodperc. Mi? Konkrétan. 3 másodperc lesz. De most berakod, tolsz 2-t és... Vigyorogjatok meg képet. Gondolod? És hogyha nem, nincs ilyen, hogy valami... Beszedek valamit és nem tudok lőni mondjuk egy órát és akkor... Addig végig... Zsémeleti ruha voltnál vagyunk. De akkor csak felállnem, azzal nincsen gond. Csak hogy két lökés után nem menjünk. De attól függ, hogyha jól néz ki, érted ma, nem is jól néz ki. Nézd meg itt. Itt elküldte a csöcseit. Nézd. Az igen. Fullos. Most ez csak az egyik fél. Most szilikon azt adtam. Nem is találkoztunk. Sziasztok. De figyelj már, te dugni akarsz a keresztfiamba? Esé? Igen, azt kérdezett. Még nem volt róla szó, és hogyha igen, egyébként miért van? Most a nőről beszélünk, vagy a férfiről? Nagyon jók lettek az új ditkóid. Nem tudom, nem ezzel a ratyiramból. Most vettünk fürdőruhát. Menj már innen, akkor szikőbe. A Pufi bácsi nem vett fürdőruhát, mert ő nem akar jönni ruhát. Bocsánat. Ja, nem tőled kérek bocsánatot. Azt mondta ezt a hülye gyerek, hogy... Hogy elmegyünk inni. Pufi bácsi, hogy elmegyünk inni fel a kaszinótetőre. Mennyi pénzed van, attól függ? Nagyon sok, Pufi bácsi, hidd el. Mit mondott ez a gyerek? Mondja, hogy megyünk is. Iszogatunk is, felmehetnénk. 1 millió jött, kusba maradok. Én is annyiért. Én is. Sacsa, de mire van szó, Gettő? Egy millió? Millió. Először. Oké. Nem tudom, miről van szó, csak a szintiszta igazat lehet mondani mindig. Tehát mi mondott ez a jó gyerek? Azt, hogy... Nagyon-nagyon rendes hölgy vagy, nagyon tetszett. Az Angelo, ami lemintálsz az autómat, ez a csöves. És alig várja az ezt. De már megint van ezek. Mióta ősz BMW-be, te csöves? Ja, hogy elküldtem neki a csöcsödet. De most miért mondod el, hogy nem? Nem mondjuk hallott. De miért? Nem mondd már el, hogy a csöcsét, mert így is kérte az officert, hát, hogy ha tudja majd. De most miért kell elmondani előtte? Mi a fasz csinálsz az autóval, Angelo? Ezt voltam, tényleg, meg arrém voltam. Jó, csak viccelnek, bosszit tök nem. Tényleg vicc volt. Ugye, bosszi viszont tényleg komoly kérdésem, az hát egy értelmes felnőtt nővel. De így eszem. Négyszer offoltad már ki, nem tudom szerint, azt a hülye gyereket. De figyelj már, Pufi bácsi. Igen. Én csak elmegyek vele, meg viszem a tesóra. Mire kell vele játszani amúgy? Te nem játszom vele, hallom. De ő tudod, mit gondol egyébként? Tudod, mi lenne vele a játszás, hogyha... Barátok, elmegyünk. Aha. Igen, az a játszás, hogy... Ő el akar menni, igen. Az a játszás, hogy még egy négyszer kioffolod, és utána még ugyanúgy elhívod másokat. Te nem én hívtam el most se. Én hívtam el egyébként. Várjál. Tényleg ilyen hülye vagy? Tényleg ilyen hülye vagy, Digó? Most miért? Felhívtam, hogy mi a helyzet, mit csinál? Jó, geci. Mondta, hogy jó. Szinglinek. Akkor mi az halljon meg? Mondottam, hogy elmehetnénk, kihatnánk dolgok. Szégyed magad, Digó. Szégyed magad. Rakd el, légy cikk, köszi. Nem láttad. De láttam sajnos. Eljönnél valami ruhaboltba egy kicsit. Mi? Nem vagyok buzi. Mi menjek be veled ruhaboltba?
De nem veszik a cipőben. Varázsoljunk már neked egy stílust. Te stílus, az 8 általános iskolás balagási cipő. Milyen stílus az a nagypapa stílóban? Nem, az aki feldugja a segedbe a hevit, mindjárt ha arrébb megyünk. Az ilyen igen, ez ilyen öreg paposti. Papos hevés. Sas! Manu, nem akarsz verekedni még egyet? Te egyébként a Manu úgyis akar boxolni. Te is azért jöttél egyébként, hogy vegyél valami jó fürdőruhát? Nem, én csak a tesóval jöttem, mert ő szeretne valami gyászos inget venni, vagy nem tudom. Ja, szeretne szopni, gyere csak Angela, megmutatja. Azt hittem, hogy valami ízé, szexi fürdőruhát akarsz, vagy valami. Akkor amíg verekednek, akkor bemehetünk, megnézhetjük egyébként, szívesen adott tanácsokat. Nekem van fürdőruhám, igen? Ja, menjetek bár nyugodtan. Manu, akár. Fekete, az tök jó. Hopsz, mi történik, te summa? Nem tudom. A tippelni kell, verekedni fognak. Te figyelj már, te mit igen? adsz elő rólam, hogy azt hiszik, hogy én veled játszom? Nem tudom egyébként. Én csak azt mondtam, hogy felmegyünk oda izére, és hogy iszunk sokat. Azt, hogy én nem mondtam neked soha azt, hogy na gyere Leo, akkor izé. Hát így van. Most járunk, vagy mi csak... Nem, azt nem mondtad sajnos, akkor azt mondtam volna. Tehát én azt tartanám játszásnak, hogyha így... Nem tudom, a nyakadba borulgatnék, meg csókolgatnánk, mit tudom mi, aztán meg offolnálak utána. De én nem csináltam veled semmit, azért tedd már tisztában, mi a fasz csinálnak? Hát én azt mondtam, hogy még semmi se történt közöttünk. Csak mondják, hogyha nem történt, akkor izé, akkor minek megyek? Hát nem tudom. Mármint, hogy én tudom, hogy miért megyek, csak ők nem értik, hogy... Értem. De most ennyire úgy néznek rám, mint a véres ronyra, az közben nem csináltam. Hát igen, mert állítólag összejöttél a izének, a Manónak az apukájával, meg aztán összekavartál a tesójával. Nem tudom. Fingom sincs. Sanyi bácsi van. Lehet, valaki volt, azt mondta, hogy izé, hogy lefeküdtél vele, aztán utána többet akartál, ő nem akart, és akkor összejöttél a fiával. Így igaz, az is több minden éves történet. Hát meg nem tartozik egyébként rám, szóval most... Az, érted? Most... Ha össze is jönnék, akkor is most előttem volt, meg ilyenek, most az engem miért zavarjon, én nem vagyok ilyen. Én... Ezek kifektették a tesómon? Az a tesód? Hát szerintem ő fekszik ott hanyatt a földön. Hát akkor lehet, hogy megverték. De hát szerintem egy V1 tudom. Volt, mert én úgy látom, hogy csak a izén van befejezve a Manó. Szerintem a tesód azt megverte egy lány. Hát én is kiütöm a tesómat, tehát nincs ez a probléma. Igen, nem egy nagy boxos. Nem, én vagyok kitesízve, ön nincs. Ja. Hát én sem annyira edzek egyébként, főképp mostanában egy kicsit elészettem, egy kicsit híztam is egyébként most, hogy így nézem. Ja, hát az nem baj. Nem baj? Szereted, hogyha van hús az ember? Tengerparti publik. Nem baj, tehát, hogy... Na, megverzik ezt a hajléktalan. Hova kell vinni? Sehova, csak... Szegény tesó. Valakivel ja. legyek. Egy csicska volt. Most én már nem megy este a bulira. Miért? Hát egész jó. Eltörtük a bordáit. Egyengedtük egy kicsit az útját. Hát majd fájdalomcsillapított. De a most, fejét is. Most miért kellett verekedni most? Hát, csak ismerkedtünk. Ja? De most így már kettesbe tudjátok aha, a kis koptőkorba. De nem megy a túlszozást. Hát hogyha a tesó nem megy, akkor én sem. Azt, hogy megvenitek. Hülyegeci négyet sem. Annyira tiszteltek, hogy idehoztak. Jó vagy. Plac? Az gatya. Az gatya. Az mi az? Mozizunk már fölül le. Én innen jó vagyok, köszönöm. Tegnap is nagy goblin. Abból dararadsz, geci! Abból dararadsz! Igen! Sok megyünk már föl, nézzünk már! Ilyen! Mozizni kell, mozizni kell! Szia, szia! Hallod, a rendőrség ja. most fog rátolni a csimre. Szerintem, itt biztonságban már vagyunk, nem? Már eltoltak. De ez most itt biztonságos hely, Pufi bácsi, nem? Jó, maradj a nővel, leszarom, én megyek, gyere farkas! Menjen nyugodtan! Nem tudod, mi is megyünk. Akkor gyere velünk! Puszi! Hát jövök, menjünk fel, mozizni. Rüdigo, megfenyegettem. Én közel, kit? A csávót. Hát de ő nem csinált velem semmit, miért fenyegettem? Azt mondtam, hogy egy bátos láttam, hogy lehet többet az ilyennel a falkon. Azt mondtam, Bozi, hogy az apukád sztori az már több mint egy éves, meg ilyenek. Nem baj, mozizni. Vagy a régi csím? Csím, az új csímbe van. Fájó pont vagy. Jaj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 
jó értődik. Azt a kúra mi van ott, geci? Mi van, lövölde? Duranda, geci. Izé, pisztoly fognak a tubuszhoz, geci, a rendőrök. Wakanda forever! Kussoljál már, ja, hülye, ránk lőnek, basz meg. Angelo, azért csak lejönnék onnan a helyedbe. Dehogyis. Ne, most akkor rendőre fognak pisztetni az... Google-n állcsolok hozzá. Pozgatja. Ben vannak, fel vannak sorakhozó aptázat. Jó, geci, mi a fasz? Szép szabadulni! Mi? Megérdetek három rendőr? Mi a baj? Nézzük, bassza meg, minek futtunk. Ja, szép tapod. Szépen. Gyors kérdés, hogy nézzük végig. Igen, csak mozizunk.
Csak végignéztük, nem tudom, hogy szólnak. Mit üljettél a madárkától? Addig már ott jön a papusa! Majd ne ugorjon le. Tegyük meg a téteket, mert az is lesz. Na, nem van náluk túsz. Mondjuk a rendőr úgyis leszarják a túszokat. De azt tök borosok. Sajnálj le! Nem mondj ilyent, mert itt vannunk a rendőr. Bazzak, tényleg itt vannak, jó reggelt. Ez nagyon durva lesz, geci. Majd elfordulunk és nem hagyjuk. Durvából. Kit kaptak el, nézd? Egyetlen egy. De ki a túsz? Túszra gondolok. De csak egy van, nem? Nem, kettő. Hogy láttam, csimlesek van. Azokat nem ismerem, azokat mondom a tervet, mondom a tervet. Álljon középre a rendőr, kezdjen el bohóckodni, és a többi addig lője le az embereket, amíg elmegy a figyelmet. Vagy béreljenek fel minket is intézni. Jack Smith, Jack Smith. Valami igazi taktikusok. Rátaljuk. Felvázolná itt a tervet, hogy mi történik? Egyébként az autókon nem megy, vagy az autók nem tudnak behajtani ott az ajtókon? Izomba bemenni, pont el lehet gázolni az összeset, kiszállni, szétlőni. Csak a menekülő járművek. Teledobni mustár gázzal. Szóljatok már a Blasznak még egy 20 van fel. Nem 80 volt, nem beszélve Deborával. Debora, lementem. Mi a fasz? Miért nem mennek be az? Pak, 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 ni... Hát gondolom a túszok illete fontos nekik. Dehogy is. Mikor volt az, hogy egy túszra voltunk, azt mondták, hogy megyünk a faszomba. Akkor minden? Három rossz gondolom. Ez kacsa. Menjünk már be túsznak. Mondjad. Milyen? Biztos nem. Szerintem jó tanács, hogy ezt ne. Én már tapasztaltam. Franco, megérik, hogy még néz? Miért nem csinálunk semmit? Babás választásom, amikor van. Szerintem kurvá vagyom. Szerintem meg, de megy. Három csatlós. Három hátulról csak a kocsival nem tudnak feljönni, mert beálltunk. Igen, mert 3-25 ember. Ha lőnek, akkor megvédelek. A izét, a hánycsarót meg a bosszit ne számolj bele. Miért nem? A rendőrről beszélek, te gyökérkupak! De mert rólunk, mert kevesebben vagyunk a rendőrök. Mi is 9-en vagyunk. Ezért nem dolgozok én a gymbe, bazd. Ha 5-en lenne, az is a lenne hozzá. Csak 13 már valaki lőszert. Gyere, hogy táskámba kap ki. Kérj a rendőröktől. Na látod, csak összehoztuk a talit. 79-es. Még előtt? Szerint köszni. Azt hozhatunk volna a piát és közben írhatnánk. Persze, még kimondta, hogy nem lehet elmenni, meg a fürdőruhánt is. Hallod, Kazutó, nem mész darálni? Kazutó, mennyire vagy túsz? Hozzá már egy sört. Jaj, a rendőr, elnézést. Összenézünk meg a bal szeme. Szép fódik. Most meghaltunk. Neki név szerint. Miatt csak egy pradis. Mindjárt jön a vagosz, mindjárt jön a vagosz. Igen, itt lesz mindenki fenn a tetőn, bazd meg a város. Ja. Megmozdult a rendőrség. Ez a mi placunk, úgyis azt fogják mondani, hogy izé, aszték is rendőrszövetség, majd figyeld meg. Figyeld majd meg. Igazából nem igaz. Ez a túlszózás nem jött össze, én látom. Jó napot, a bohóc őrség TikTok fiók újra aktivitásba kezd? Na, intézem is. Hopp-szincsöcsöt! Azaz! Meg kell menni, ezt le kell szopni. Ah, le kéne egy olyan... Megint elvigyem az incsöcsöt, mi? Elvigyem már le ezekkel, jó? Ja, amúgy. Igen, sose vittük el az incsöcsöntöt. Azt a kettőt sem. Kapucs. Próbálok megállni, várjál. Próbálok. Ilyen kogonom a bevetési egység fog bemenni, nem? Igen, de viszont most már, hogyha van a felhívások, megkérni, hogy távozzanak és a lezáráson kívül. Na, sajnos nem jók. Nem. Bármikor eldörülhet egy fegyver. Az a baj, akkor tömegesen az a baj, hogy ruhát kell majd vásárolnunk itt jobbra. Akkor jó. Próbáljuk meg az akciót. Próbáljuk meg az akciót. Azt a cipőt akkor lesereljük, nem? Hát igen, ezt szakadj már a cipőmről, bacz meg! Amúgy tényleg, Pufi bácsi, nagyon... Look how day your workship made! Na, nem jelenleg most felhívás. Kimen? Köszönöm szépen, Harunom! Melyik kérte meg? Szóljon! Szeretném ide az akcióparancsnok beszélni a különket. Hagyják el, akkor most tárgyalnánk. A saját biztonságú kérdés. Beszélnek örök az akcióparancsnokkal, lába fogom verni! Ha maga lenne itt, ha engedne minket, ugye? Tudom, jó. Saját biztonság kérdekében. Jó, mondja azt, hogy már nem. De mi biztonságban érezzük magunkat? Nem fognak kidőlni onnan, magukra fognak csapni. Én érezzük magukat biztonságban. Ha kell, akkor befutok a gymbe. Nem Blanzról van szó. Jó, akkor fussunk be a gymbe, srácok, ezt nézzük felülről. De egyébként a gymből fent nem látnánk, nem? De az öltözőből tudnánk nézni ott balról. Na jó, én bemegyek. Nem faszod? Jó, van, gyertek, menjünk, srác. Jó, menjünk be akkor. Ember! Szerint vigyázz a napokra. Szép a srácok, most jól vastapottátok őket, ők is elmentek. Ez addig tartott, amíg ki nem írták a felhívást, addig itt maradt. Azt a kurvas, és hogy néz ki az autó, de... Mi vagy az autóban? Majd nézzék este az Hír TV-t, menne lesz. Jó. Nem bírom a híres csehó. Menjék egyesre, ugrassak le.
És hogy a faszomba megyünk ki, hogyha itt egy ízű? Kamion, ja? Velünk van. Jó. És honnan? Menjünk egy feljebb és ott már nincsen benne, vagy mi? Nézzük a ruhába, innen nézzük. Ja, akkor ez, amit mondtam, hogy sajnos tömegesen ruhát kell vennünk. Éppen ez égnek az izért. Ruhába, tehát még is benne is van, szóval. De még be is vettük, hogy jaj, jó, hát akkor... De a ruhabolt benne van, és én azt mondom, hogy én most pont nézegetem a ruhákat. Az egy biztonságos hely. Szerintetek dará lesz? Egy BMW. Hát nem hiszem. Szerintem fixen. Gyertek ide, ide feltünk, ugye úgy gondolom, és közelebb vagyunk. De az benne már van. Benne van papucs, az nem baszogat. Jaj, bazeg tényleg. Még leszárad a fél. Csumi. Szevasz. Hajrá, srácok! Hogy ez egy mentős autó? Hogy a faszomba került én? ez mentős autó. Okay, jó. Kérdező, rendőr papucs, kérdező, önképes rendőr tisztelet, ez látta a menekülés. Öngéntes picsafüst. Én találtam egy jó spotot, srácok. Csak kérdés, fel lehet-e jutni ide valahogy? Most találtunk. Kamion ide jön, ha megkérem? Van egy jó ötletem. Látom, hogy hol vagy. A régi autókertől jobbra néz, itt futok az úttesten. Itt ez jó. Ide van írva, hogy open, de én még jobbat tudok. Fel lehet menni ennek a háznak a tetejére, ott van egy létre, csak kéne oda a kamion. De a távolabban. Mert nem látsz a legesz, hogy mi a faszom van. Miért lenne távolabban ennek a háznak a teteje? Mindegy. Csak felugrani túl magas. Mennék túl, itt a Jerry. Passzopó Jerry! Mi van Jerrykém? Mi van egér? Nagy mozi? Cső. Ja, jó rábasztak srácok. Te jöttél szétszopni a rendőrséget? Én? Miért nem bántom én őket, miért bántsak? Azért felment, ha a tetőre ránézett a izélt a szőszke gyömözke. Azt mondja, én elhagyom. Halló. Na mit csinálnád? Halló. Hú, ez meg fel ne boruljon ez a... Kurva vicces, fent a csávó gymezik lenne húzhoz. Tényleg azt hiszem, valaki tényleg ott gyúr. Hol van Jerry? Ott nyomja a nagy csúzózásokat a csóka. Az, nyomjad neki! Arnold Schwarzenegger, a gépek lázadása. Sárnyó rád, jó? Csidió. Szerintem onnan sokkal jobban. Elvigyük az Insurgent-et, Puffy, megint? Amúgy nincs benne senki. Valaki elvitt eljöttünk. Elvitték! Ellopták az Insurgent-et? Nem mondod komolyan. Nem, elvitték. Látod, szembe lölök. A pusályézet is elszpónult. Mit csinált? Nem értett. Elszpónult. Eltűnt. Ez spanyolul van. Úúúú! A mentős helikopter is megint. Itt vannak a japánok! Kamikaze! Megjöttek a japánok! Az baj. Mi az? Micsoda? Hogy japánok hullanak az égből? Jönnek el az emberek? Az itt. Hé, Batmobilja van, láthatatlan. Csak nem engedne. Hol? Csak... Ott van, várja. Na, semmi. Most kifutnék a blázdosok helyébe. Lelőnöm az összes, ott eljönnék. A blázdok a... Csak a dara. Nézzetek át az ötös bank mellé, ott áll a pali, ez... Már át is nézek, zöld gatyába, nem tudom. Ja, én is ezt nézem, bazdik. Mondja magába, kurvus, hogy lejár ez, mint a rákos jegyem. Ja, tényleg. Kóborlambó hely. Gyere. Parál szerintem. Valami csaj. Engedélyt kérek, itt van őver végrehajtására. Ó, ott valaki, az egyik ilyen fehér pólós csávónak fegyvert tartanak a fejéhez. Majd még egynek. Tényleg? Aha. Azt nem mondod, geci. Jó, kossz vagy. Meg sincs töltve. Nagy buzi. Nagy buzik. A mizu? Azok. Jaj, elfogja. Az a mimericskés egy részre adod be. A papucs azt meg... Hát az... Ott van Shadow, hozok egy kamiont platóval, egy rádobom megint. Ó, ez igen, az Shadow az ilyen ütni való. Nem bántom én. Pedig kéne. Melyik már rákúrtam az izét a platót a múltkor, az meg van sértődve az út is. Hé, Balázs, te mi? Balázs nézik, mi a múltkor? Papi, nekem mennem kell a hónap utolsó.
nap egy hét, úgyhogy ki kell pihennem az éjszakát. Jól van, jó pihenést! Másik irányba jobban lehetne látni. Szörnyű át Deborah vesztesége. Hát igen. Most kéne lépni, Rami van. Papi, ma lesz-e hosszú randi? Nem, sajnos. Nem lett jó a izének, a Deborának a mai nap. Ő közben jött neki valami. Azért ez forró volt. Genghis Khan! Hallod, Jerry? A kurva Isten meg nem basz téged. Jerry! Yes? Azt mondta itt a parásúri ember a menstruáció gang. Igaz ez? Milyen menstruáció gang? Azt mondta, hogy menstruáció gang balhézik. Viszik ki őket. A pirosokat úgy hívják, hogy menstruáció. Igen, menstruáció gang. Ó, itt jönnek még, azt nézzétek? Itt még elment mellettünk egy karaván. Ott rohadjanak meg. Belépőt kéne szedni. Egyébként igen? Azért zártam le, de nagy bemegyek. Szép. Nem viszettem. Nem, hogy erre ne tudjanak menekülni. Hop. Valik két ilyen Twitterre, és botolja. Nem látjuk. Itt állnak a rendőrök, mi a fasz? Ez a csávó, aki fenned. Jason Payne. Hát ez, hogy nem az meg. Most vette észre, szeretem süketné ma. Annyira rákoncentrált az edzésre. Full fókusz. Amúgy a fasz olyan parkodnak itt, geci. A Bradz, vagy ki? Én nem értem eleve a koncepciót. Nagyon sokan vannak. És ki akarják rabolni a gymet? Mi? Nem, biztos onnan akartak rabolni túszokat, és kihívták rájuk a rendőröket, és kiírtak gondolom egy másodperc alatt. Ki ül benne a kamionba? Papucs. Ilyen fejemre nem jönnék ki az utcára, barátom. Figyelj, a piros sor hiányzik rólad, azt mondja, tényleg elhinnék, hogy bohóc vagy, cirkusz meg megvettem. Micsoda nem halló? Nyisd már ki a szádat. Nyisd már ki a szádat, egy fasz nem férne bele, nyisd már ki a szádat. Na azt nézd meg, hogyha itt beállnánk a izével, erre lejönnék itt a kamionnal, hogy fel tudnánk menni itt a lépcsőn, létrán. És visszafutott? Dingo felesleget. Szép napot Alvinbe. De mi? Nem jó az a létra? Ketten együtt is a feküdtek. Szar az a létra, vagy miért papucs? Mi? Nem kell, hagyja a feleséget. Nagy mozi, kaptam egy kis popcorn. Tudj, Joyce. Már iszom is. Látod, itt adod a sót. Húsz műsort, aztán akkor mászik. Ezt is erre jönnek, bolt. Ó, köszi. Itt lesznek bajok, úgy érzem. Vajon kiesik el. Igen, azért nem adtak túsz, hogy elálljon az Aztekasz. Hát azért nem lehet. Megyünk valami, mivel kijelent is semmi. Jó mozikat. Ú, köszönöm szépen, kaptam popcornt. Kis huncut, izé, hogy mondják ezt az a tökött föld alatt? Tessék, mondjad. Vakond. Mi az papucs? Nem az van. De sokan felmennek. Nekem ütött a topcsói, vagy az autó nem volt ott? 3, 2, 1. Te voltál? Az baj. Ne nyújt el a táskádat amúgy, csak úgy mondom neked. Mert már kezdi rajta barna. Amúgy.
Ez biztos fight. Valakinek biztos. Jó. Jó. Papusnak elgurult a gyógyszerem. Papus, vizsgálj az autót! Na szép volt. 5000. Menjünk a gecibe, kinek. Jajjaj, bocs. Tikmák, ki akarsz ütni? Ennyi volt? Ezeknek amúgy mi a fasz ilyen nagy a pofájuk? Nem tudom, geci, de... Kinek? Hát amúgy tényleg miért ilyen nagy a pofájuk, nem? Kiknek nagy a pofájuk? Mi történt? Húsom az a szar a geci. Összes volt, nem? De ki tüccelte szerencsétlen? Mi a fasz? Te meg pancsára fagytok. Rász a beled, bazd meg. Ki a faszomat tüccelte szerencsétlen? Jó, itt megyek, Andorip, szia. Az igen. Azt kilőtte a faszomba. Ezek körülbelül mi a fasz van amúgy? Szerintem megúrta a pofázást. Elég lesz, geci, elég lesz! Azt kapta hajt. Az katya. Geci, ez baj. Ebből baj lesz, mi? Mi a fasz? Nem tudom. Nagy az arc, az. Vali, mi a fasz? Mit mondott, mert így elég irányítja? Miért lőtte nagyon? Hát, mert utána elég gázolottam. És elütött, azi. Mit mondott? Normális akarok beszélni, hát légy szükség. Hát egyszerűen mi? Ide jössz bazd meg ugatni a barátaiddal. Én? Azt meg is elütt a csávó. Meg se szólaltam. Megmondtuk, hogy húzzatok el a faszomba, és itt ugatsz. Ki mondta? Ki mondta, hogy menjünk? A kamion, amikor fel voltál. Nem el voltam maga, hogy húzzatok a gyászba? Hát az akkor volt egy darab. Izi, ott le is ugrottam, nem csak. Na jó, fogd meg a csávot, azt takarodj bazd meg a kórházba vele. De figyelj, mert te miért nem bírsz velem normálisan beszélni? Normálisan jöttem. Miért? De ki vagy, hogy én tisztelettel beszéljek, amikor te se tartod meg? De amúgy így jöttem ide a vezetőmmel. A vezetőmmel hogy a faszul beszéltél? Kivel? A vezetőmmel. Kivel? Sas. Hapali. Ja. Kutyába vetted, meg bazd meg a társadalmat. Meg a pacskárásra beszéltem. Nem érdekel, bazd meg. Szarok én rá, beszélj tisztelettel. Nekem az nem még mindig alattam vagy. Buressa nincs baj. Nem szoktunk baj. Azzal a kisgyerekkel, azzal már volt nem baj. Nem tudjuk, hogy mi történt így. Hát az volt a baj, geci, hogy ugat. Meg úgy ja, hogy azért hogy... kellett lelőni, mert ugatott. Aplaudj, ide pufi autóját, arra is felelkezt. Tudjuk, hogy mi a baj, ezért szeretném hallani a történetet. Azt nem látom, hol van a pufi volt. Aztán visszaugattunk, ezt meg elütötte a Joker. Azt. Aztán öngyilkos lett, fejbe lőtte magát 12-szer. Hát aztán neki ment egy-két golyónak, így van. Jó, hát igazából... Máshogy is lehetett volna ezt intézni, de ez van. Hát... Persze. Most menj el a vagoszhoz és írd el magad. Hát, Gecsi, kussolj már te is, Joker, bazd meg. Elég lesz most már. Hát én most nem kötegednéltem ide, mert tudom, hogy van. Én sem, én sem. Hát jó van. Csak már nekem is faszom ki van néha. Hát jaj, jaj. Most. Már mindegy igazából. Hú, ebből lesz. Ebből lesz! Micsoda? Geci. Jó. Elég lesz, elég lesz. Egyik jobbra, másik balra. A szopásra süketít egy kellett. Te ki a faszom vagy amúgy? Hát, geci. Joker kocsiba. Tényleg nem lehetem, hogy veled normálisan beszélni. Nem. Azzal van szerencsét, hogy parancsot kaptam. Jó, Buressz, engedjétek el. Ez ki? Csak engedd el, felhúzta magát is. Felhúzta magát, geci. Ez valami főnök? Nem. Jó. Hát akkor megmúljon már el. Normális nem lehet beszélni. Nem érzem, mert jó. Nekem semmi nem voltam a rukodban. Akkor nem láttad, hogy itt vagyok itt a kidegbe. Nem, csak hallottam valamit. És nem volt semmi. Öngyilkos lett az autójába. Múltkor is jól helyen öngyilkos volt az egészet. Igen, igen. No, én már elmondtam. Inkább nem mondom, hogy mi van vele. Mit csinált, hogy kapta a kokit? Hát elgázolt az egyik ember. Mikor indulj el a kurva autóba! Mindjárt hívlak majd, jó? Csak most egy kicsit el kell lépnem, mert az öngyilkosság miatt vajon. Igen? Jól van. Nekem mi volt ezek? Akkor itt a kamion. El akartam vinni a Pufi bácsinak az autóját, csak zárom. Kamion üljél befele. Jó, csak nem akartam itt adni a Pufi bácsinak az autóját. Tök mindegy, itt marad-e. Jól van, lefoglalják a rendőrök mindig. Ebből nem lesz most feszkó. Dehogy nem. Feszkó lesz. Hogy ne lenne feszkó, akkor is lesz. A fegyverkeznünk kell? Jön a vagóz? Nem csak a vagóz, szerintem. Vagy a paraszakra, vagy nem tudom. De úgyis fog valaki jönni. Mert ők kicsodák ezek a galambosok. Fú, egy picit beszartam. Na most én már is nem jól. Is annyira kicsi.
Ezek a paravót, a szakra. De szerintem csak a paravót. Para... Csak a para meg a szakra. De akkor a vagasztó nem kell félni, nem? Akkor hogy jött a izének, hogy... Azért, mert ezek fönt is van, az izével vannak együtt a vagasszal. Szia, Hunter. Ez ilyenkor nem RP alól kilépés, és simán lelép hirtelen, hogy adminkodjon? Nem, mivel kevés az adminunk, és engedélyeztük neki ilyenkor. Meg nem volt kifejezetten RP-ben, most ott volt és nézelődött, ez nem az, hogy éppen vele történik egy RP. Tudok át, mindenkinél legyen azért fegyve, mert valami szerintem úgy is akarnak már. Jó, én azon se találkozni, Geci, 10 perc múlva itt lenne magusz. Igen, szerintem. Benne van, benne van. Mi történt, srácok? Én szerintem kiveszek egy mordányt. Szerintem háború. Én is kiveszek egy muskétát szerintem. Joker, kiírod. Joker, írd már ki addig, hogy mit csináltál. Addig beviszlek az izi. Hidd, de hogy szarad. Mit csináltatok? Gyere plaszra is elmondjuk. Jövök, futok, csak visszafutottam még. Hú, ez kemény lesz, ebből nem lesz rendben. Gimpukban már izé tengerészpumpa. Tengerészpumpa van a gimpukban. Jövök, valaki nyitva itt a kaput. Akkor zárni kell, köszi. Egyetértek. Muskita! Nem látok muskétát, szerintem nincs több. Diónál van. Saját, csak tudják, ez lőszerem van hozzá, bazag. Van itt a muskéta lőszerű? Mennyi lőszered van? Tudom nekem, hol vannak a cuccaim, geci. Valaki eldob a izébe, a közeli parkolóba. Gyere, fuss el. De hogy futok, hát bármikor megjöhetnek, azt megölhetnek. Gyere már, Digó! Csavarom fel éppen a hangtompítót a stukkerrel. Mi nem kell hangtompító, hogy te fel. Nem kell? Na most ennyi, most ennyi, hogy itt van. Szia, Manó! Jaj! Ó, bocsi, Manó! Nem akartam, ne haragudj, Manó! Megcsúsztál, tessék, felsegítenek! Köszi. Ja, nem benned este, mert megcsúsztam a lépcsőn. Ja, akkor jó van. Jim Pugli? Hagyj. Vagy mi ezt engedtem? Itt, aha. Itt, buk. Egyik kocsitba raktad mindent? Aha. Legalábbis azt hiszem, hogy abban van az izé, a muskétán meg ilyenek. Akkor itt megállok, megverlek. Nos, kösz. Hogyha még sebben lenne. Na? Ups. Motoros az már valami. Mehetünk? Jaj, igen, folyik a benzin. Folyik a benzin? Akkor főleg menjünk, aha, mert rálő valaki egyet, az végünk. Igen, csak pont oda. Azt reméltem, hogy durrag egyet. Most két helyet hoztam egy alket. Jó, megy. Ha. Örökölte. Felmegyünk ketten a fehér tetőre, jó? Pausa, arra gondoltam én is, hogy valaki arra fölmegy. Én felmegyek vele, és letartom az izit, feljárat. Pausa, jó. Jó van, akkor nem csak én. De bassz meg, ilyet nincs! Na, a gyászkoporsó most már megeszi ezt az egész házat. Bazd meg! Áú! De bazd meg! Mi a fasz? Itt nézek autóval, vagy ne? Ah, csak ne koloros. Hát mondjuk úgy is látni fogjuk, hogy elérni. Hát, tök mindegy. Na, azért vagy kevesen, hogy nem ászkáljunk ki most.
szerintem. Jó, hát ti vagytok a főnökök, Dick? Szerintem legyetek fel valamit, tetőr. Ne legyetek nyíltan. Azt mondom, uram, hogy mindegy, valószínűleg Guszti úgyse kell föl többet. 12 golyó után ne is. Az több volt, mint 12. Van, az volt két tár is, biztos, hogy... Őt, meghalt az ember, még hallottam, geci lövi a fejét. Hát egy kicsit. Nem lehet rátratni ezt a kerítést, macera folyton kimászni. Biztos hát lehetne, de ők akarták ilyenre. Tegd el a fegyvert, de vagy teszem el, csak felállok, azt meg a ratata. Ellelőttetek valakit? Hát lehet, hogy Joker lelőtte a Gustit. Miért? Jaj, ez az a Gusti geci, akkor a kórházda emberkedett. Akit nagyon megvertetek. Aki ki akart minket pakolni, miközben fergöttünk a földön. Ti óvatosan az van a tető, mert onnan lehet bátok látnak. Nem tudom, farkas vagy, te jó vagy, jobb odat vagy. Jobb odat a balra tetőnél, vagy az építkezésnél vannak emberek. Én itt vagyok a patkánytetőn. Átunk az építkezésre. Itt, elbújtam, nézd, hopp. Nem látlak. Látlak, jó. Dióban nézzük a fejet, hogy bármi vérmozgás, hát nem megváltunk hamarabb. Jó van, innen pont rálátok a fejértetőnek a jobb oldali lépcsőre, hogyha honnan mennének rátok fel, akkor én tudom jelenteni. Azért vagyok itt globkal, hogyha jönnek, akkor pak. Itt elment egy furcsa autó. Mi az, hogy furcsa? Ilyen faj. Hát, hogy olyan tudatosan mozgott. Itt körbe mellettünk, visszafele a sátál. Mm-hmm. Milyen fajta volt? Hát, meg nem mondom neked, nem volt teteje. Az üdözéslakos. A közösségos. A második körtetét. Beszélgett a kasszonya, elkezdett perverszkedni. Azt mondta, hogy minek érdekelne a te méreted, pár emberét tudom. Mi? Srácok, adhatok le egy próba lövést. Nyomjad. Bacson, mi volt az a lövés? Hát tesom, most lehet iránk ér a Parabellum. Az a véletlen, a motorosoknak kaptál valami a másik infót? Lövést hallom. Voltam, csak mondom a Stroke-nek, hát már Joker nagyon lőtte a Gustit. Na gyere föl az izé, a napozós tetőre, azt gémercsik. Elmondom. Én vagyok egy szőrtem. Most bent csak hozik le. Tetőn áll valaki? Úgy látom, áll valaki a fejértető. Mi vagyunk kettő, nyugi, fejértünk egy. Ez puska, honnan? Ez puska, aha. Kis blokkal, hogyha feljönnének le. Jó, hallottam, hogy lőnek erre. Csas. E fel a napozós tetőre. Sirena. Kíváncsi vagyok, jó lenne, hogyha lenne valami. Rami meg lehet, hogy azért mondta, hogy így neki is lesz, hogy van valami, mert lehet, hogy ő meg parabellumos. Varázs vagy ki ez? Aha, ott rajta olyan ruha, gondolom, igen. Az mekkora lenne, ha ő meg pont parabellumos. A másik pali is, amúgy mondjuk Dióval, hogy a másik pali is elkezdett a fejérbandanás szájani egy... Se, ez is kamon. Tenger alatt járóval jönnek.
Ezzel lehet, hogy itt feszengünk, és nincsen semmi egyébként. Simán kinézem. Igen, lövés volt, papi. Akkor jól hallottam. Biztos, hogy egyáltalán akarnak jönni? Hányan vagyunk? Építkezésen ketten. Mondjuk akkor jobbra balra, akkor építkezés után jön izi helistető, patkány. Patkányon én vagyok. Patkány hátsó részén én vagyok a helistetőnél. Cserepes. Farkas. Önnél látok két ember. Felnyősen itt vagyunk tárva. Mi vagyunk ketten, Dióval a first hit. Meg Manó, hol van? Itt van, de nyilván csak egy társadalmat meditáltam. Itt vagyunk fönn a napozós tető. A dőlszám akkor 10 van, 10 ember. Most van a rádió. Te hol vagy? Hírom a felé újságot. A vagosz a zöldeket lövi. Igen? Na, akkor ők se unatkoznak. Frissült a banka? Pedig nem volt, nem kék volt, nem? Humano Radios? Nem a kis izét. Rádió. Pedig nagyon élném, hogyha ránk jönnének. Azért nem lesz szerinted semmi, mert a Vagosz az ördeket lövi, de a Vagosz az nem az ő szövetséges. Elméletileg. Ők a izikkel vannak. Együtt a Parabellum, meg mondtak valamilyen másik ilyen paracetamolt. Na papi, én lassan vízszintesbe vágom magam, csak egyszerre megmosdatom ezt a megybe fajú kutyaállatot, aki 86 kilós és negrónak hívják. Nem tudom, tenger lesz a fürdőbe, vagy csak tócsa, szióka. Jó, van Lola, jó fürdetés. Tegnap de után szerintem nem fognak kockáztatni, és nem fognak menni senkire. Mi volt tegnap? Bocikám, esély. Lástak összetem, hogy a faszunkat. Hát ha addig nem jönnek meg, akkor biztos. Te beszéltél a Boressa? Sziasztok, eddig mi történt? Hát, volt egy majdnem randi, egy kis balhé, aztán egy gyilkosság, és most meg háborúra várás van. Új, nagyon élvezném, végre lenne egy kis üzé. Kis csicsat, végre egy kis csicsat. Kis pam-pam. Rendőrsége összelőttek, és frakció van. Hát, de az a rendőrség volt. Itt meg megvan az indokuk. Lelőttük az egyik emberüket. Gyűjjenek ránk. Hol van ilyenkor a kemény szellem? Nem sok kicsit hideg ez a tető. Kidőzsöli a pocakom. Az nem sok! De nem, te szeretnék annyit kérni mindenkit, hogy legalább kettessével menjetek mindenhova. Kukse.
Azt akartam írni, hogy szokás frosztig feszeggés. Semmi nem lesz szerintem. Szalad, Zigo? Értem. Csumi? Kicsit nyílt helyen vagy, nem? Mi? Kicsit nyílt helyen vagy. Hát itt hát vannak fedezékek. Nagyon tetőre rád látnak. Hát de fenn vagyunk a felső tetőkön. Elmondjuk igaz, de... Helikopter. Onnan rám látnak, onnan rájuk is látnak. És innen pont látom a felvezető lépcsőt a izéhez, a fehérre, és hogyha mennek a papucsékra, akkor átba tudom őket küldeni. Jaja. Pam 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 pam. Akkor most jöjjük le a tetőkről, ennyi volt. Semmi, zero info. Hát ez jó. Oké. Okay. Alszanak az irányítók. Most ment el mellettünk egy autó. Fixen nem városi. Sassa, mi elmegyünk a kórházba, mert leugrott a tetőről. Ó, akkor ez a nagy csend. Papucs. Szerintem elgondoltam. Vagyok, itt vagyok, mondjad. Szomi vagyok. Pedig már beleéltem magam, hogy lesz valami. Kérsz kaját, fiát. De van nálam amúgy. Csumi! Jaj. Égből potyán Digó, szia. Igen. Bár lesétáltam egy lépcsőn, de jó. Hát azt hittem, hogy legalább nem tudom, megbosszulják az emberüket, vagy valami. Lehet, hogy ők is utáltak, mint a szart. Hát az Buresz ott mondta, hogy ők szecsipálták, vagy ők... Igen, hát akkor szívességet tettünk nekik igazából. Hát, ja, még fizetni is kéne nekünk, hogy valami egyébként igen. És mi egy vérdíjat. Na jó, azért most menjünk rá parára, hogy nem fizettek nekünk. Csipapucska. Mi van hát? Semmi, csak azt beszéltük, hogy akkor annyira nem szeretették ezt a csávót, hogyha nincs megtorlás. Mondtam, hogy a Buresz, hogy problémák vannak. A családon belül is azzal a gyerekkel. Ha most már nincs. Nyugodjon békébe. Ha most már elintézzük, tehát szívesen nekik. Ennyike? Ja, a véreljenek, bebazd meg. Viszont. Na, szabad vinni. Csia. De mi nász? Mit csinál? Mi a f... Semmi. Mi az? Én egy pillanatig ott láttalak amúgy. Halucidáltál? Jó, igazából van egy szuper képességem. Jaj, én vagyok az Echo, tudom magam klónozni, meg az időben. Na most már lehet ezt tovább. De só Echo vágod. De só Echo vágod. De ezt úgy kell mondani, de só Echo vágod. De só Echo vágod. Hogy ugorod? Ja? Én ezt nem vágom, de szerintem ez jó. Hogy nem vágom. Amúgy... Mert valószínűleg az agyamat vágnak bele a fajába, hogyha éppen nem. Szóval ilyen... Többszörösen. Ez ilyen trend. Ez ilyen jelenleg trend. Hát igen, fasány. Na cső, Joyce. Szia. Na mi a helyzet? Megnyugodtak nálatok a kérdélyek? Igen, nálatok. Hát egyébként igen, körülbelül. Meg ilyesmére. Meg dolgok. Mit csinálsz? Semmit igazából, fel alá kocsikázunk. Igen? Unatkozol? Rázz mondtam, de... Hát úgy értem, hogy a... Szeretnél még összefutni? Ha arra gondoltam, hogy most, hogy ide lenyugodtak a kedélyek, bepótolhatnánk, mondjuk elmehetnénk hát akkor... késő esti fürdődésre. Mit szólsz hozzá? Vennék akkor... valami piát, meg ilyenek. Tartsuk magunkat a terhez, legyen a kaszinó. Kaszinó tető? Jól van, figyelj, egy... Szerintem, hogy 10 percen belül ott vagyok én is.
gyorsan. Jó van, jó van. Lepakolok, átöltözök. Bár lehet, hogy nem öltözök át, csak bepakolom a izémet, kis fürdőnatikámat, és akkor jövök. Jó van. Na. Szexi legyél, ciao. Szia. Lám, lám. Csak mész. Rók rá, hát azt mondtátok, most nem lesz semmi. Csak nem mentek egyedül. Azt mondta a főni. Kettesével kell menni. Papucs, nem jössz el velem piálni? Nem. Kösz. Ha akarsz menni, menj nyugodtan egyedül, csak a türkészvedbe. Ja, hát leveszem, mert fürdőnaciban menni. Ja, akkor menj nyugodtan, csak meg a nagy kalit, mondjuk azt nem áll. Jó, hát azt majd lepakolom a kocsimba vissza. Valaki ha baj van, küldjön semest bármi darcset. Jó. Le tudsz menni addig nyugodtan, hogyha kimész itt balra, ott végig tudsz futni. Minek itt a kocsim? Amikor menjünk. A digó magja. Sajs? Itt vagyunk a plat, mert rossz rádió vagy az írókban. Nem. Te súvágod! Na haló, Pacsan. Na csak elvitt a Jancsi. Rádión maradok, hogyha véletlenül megsoroznának, akkor sikítok. Itt hol vagy majd? Na nézzük. Azt mondja, stumpf, stumpf, szerintem ezt is lerakjuk, meg akkor már ezt is lerakjuk. Nincs nekem egy tisztes késem, itt egy tőröm, jó, az a pont meg tudok döfni valakit, hogyha keménykedik. Vannak nekem ilyen ruháim, nézzük, hogy azok milyenek. Van három. Van-e valami, ami esetleg anyádat díszíti? Na, hát ez például nem jó semmire. Hát, ez se a legszebb. Ez tök jó lesz. Ezt akarsz róla, ezt berakjuk itt a kisgatyám. Elraktam a fegyvert, elraktam a fegyvert. Lehet, hogy a drogot is le kéne rakni. Szívok egy csík kólát. Biztos, ami biztos. És a többit meg berakom. Na, hogy tré legyen. Meg van, hogy nincs rajtam maszk, de van rajtam maszk. Szia Zsoltikám! Csomiban van pia? Micsoda? 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 Hát jó, hát ez nem sok. De valami. És a segítsen a vadásztérkép. Esküvői gyűrű. Elvisszük. Hogyha meg is akarnak ölni, vagy kiütnek, vagy valami, akkor hogy meglepődnek, hogy van nálam egy jeggyűrű? Azt fogják hinni, hogy a Digó meg akarta kérni a csajnak a kezét. Mekkora spill. Sőt, mondhatom azt, hogy de hát én csak azért, hogy megkérjem a kezét. Kicsit bekakiltem. Azt hittem, hogy ezt telibe verem. De az nem Leo apja gyűrűje? Egyébként de.
egészek, hányan vettük a rádiót? Hello, hello. Én az nem kell nyered forrod. Én biztosan, nyugi papucs, ne remeg. Ezért vagy csak, többiek, Sezi, Rabi, gyertek, Tiu. Ó, relogolnom kell. Nincsenek, de eddig ti se válaszoltatok nekem, szóval... Szerintem nem is hallottok. Bírajd nem hallott. Pi-pi-pi-pi-pi. Gyors relog, és már csavarjuk is a táncot. Mi a helyzet, Zsoltikám? Minden rendben van? Digo kabátja már kiukathatott a sok ukadzóskodást? Nem, jár, lyukad ki. Profi kabát. Legjobb. Legnagyobb kabát. Semmitől se lyukad ki. Évi kérdésre is visszaérünk szerverre. OBS-be. Na, felveszem a félmeztelent. Ah, ez látható leszek tőle. Csak az összes ruhám nem. God damn it. Voltam a két órácskád, de nagyon rossz a közérzetem, így most pihenek majd holnap. Jól teszed, pihenjél, töltődjél fel, Zsoltikám. Na bazdnak, valaki kidobott egy teljesen használható nőt. Jól van, asszony nő? Hát, van. Megpihent. Nem érdekel ez a motor? Eladó? Eladó? Ez mennyi? Aha. Figyelj, adsz egy 20-ast, viheted. Akkor ez lopott. Túl olcsó. De hogy is. Akkor? Engem nem lesz 120. 120 akkor. 120, mi? Van nálad adásvételi, he? Nincs, nem kell amúgy. Na, gondoltam ám. Nem kell hozzá. Nem bízok benned, maszkban az arcodon meg minden. Tök, most ne csináld már velem. Engem nem versz át. Ott a rendőrség, nehogy jelentsem. Hogy? Már jönnek is, látod? Ott jönnek, Nino van. De csak. A figyú, hazud már azt, hogy végig veled voltam, azt nem csináltam sem. Mindjárt menjünk be. Figyelj, egy tízesért megmondom. Na, itt a zsidóság. A cigánykodás, ez én kenyerem, jó? Hát pedig. Azt ki vagy te? Akkor érdekel a motor egy 20-asba. De hogy kell a 20-asba? Üljél bele egy 20-asba. Szia, uram. Nem kell nekem. Aha. Van nekem egy BMW-m. Hova mész? Befele a kaszinomba. Menjek az új barátommal. Jó, beiszasz. Ja, új barátod van. Aha, megpróbáltam neki eladni, olyan jó képű, mint én. Hát igen. Te gecs csúnya vagy, gringo. Fogd a pofádat. Megpróbáltam eladni a motorodat, csak mondom a feltétlenül. Jó, van, menjünk. Ez az én motorom volt, amit próbáltál eladni, lopottam. Szobd le magadat. El akarta adni, szétbasszom a pofáját. Egy 20-asért akarta eladni, csak mondom. 5-ösért, hogy te szétvered, adom. Szétbasszam ő? Úgyhogy kapásból értékrontott. Hát te meg hozzányúltál. Na figyelj csak, te kis keszél akartad a barátomnak a motorját. Kiütlek a faszomba, mit csinálsz? Kiütlek a faszomba, szépen beszélj. Panda álomtea, erdélyi gyümöl. Ó, ez is mehet egy jó. Ú, százat, ne. Így bevásároltunk. Hova lettek ezek? Az előbb még itt akartak boxolni, nem? Leűz. Hova? Kicsit lassan gondolkozik a gép. Mennyibe kerül egy tekerés? 5000.
Szerintekerés. Csoki már, szeretnék pörgetni egyet. Here you go. Good luck. Your chips. And here are your chips. Egy emeltet van a tovább is. Faszom egy cse. Kereseten. Nyilván 1600-an van, akkor 3400. Hol az ATM? Hol az ATM? Volt itt régen ATM. Uram, itt van, ott van a bejáratnál. Oh? Ja? Nem vettem észre. Itten. Köszönöm. Nagyon szívesen. Nem lehet leülni a pódium szélére? Á, értem. Sok sikert, pörgesse ki a járgányt! Köszönöm, hát reméljük. Nyomja, izomból kell. Hát igazából az elmúlt két napban bukta jött, úgyhogy én már esélytelenek nyugalvával indulok. Ott a 20-as! Mégse, egy jó ital, legalább bebaszhat. 10-es. 10-es lesz? Tényleg egy 10-es, de az plusz 5. Nem? Hát ennyi. A két bukta után már úgyis mindegy. Ennyi. Akkor most túllában van. Na most maga jön. Na majd én megmutatom, hogyan kell kipörgetni az autót. Pöröga! Csak faszán, csak lazán, csak kafán! Büdös gecibe mellé. Ital. Azért egy 50 000-es. Mi? Ital lesz? Az is jó, igazából pont bebaszni jöttem. Haha, király! Hát akkor gyorsan előre iszok a medve bőrére. Ennyi. Csá, csaj! Innák! Ja, biztos mixology-d van. Nem tudom mi az, de egy viszkit adjál már. Most fogok találkozni egy tök fullos bigivel. Nagy csöcsei vannak, nem minden. Képzeld. Aha, túljad neki. Ó, az meg már ott áll. Jaj. Ingyen van, adjál már még egyet, ne legyél már egy irigy kutya. Azaz. Small batch, big taste. Azt mondták, hogyha iszok, akkor tovább fogom bírni. Azt mondják, hogy két lökés, akkor az ciki. Ezért viszok, hogy legyen három lökés is. Három lökés elég egy nőnek. Tessék már megmondani. Négy lökés. Az is kevés. Jó van, akkor mindegy. Még jövök, jó? Jaj. Lehet, hogy egy kicsit sok volt. Az meg... Jaj. Ó, geci. Fű. Hát a whisky az megcsapott. Ez megcsapott. Erre nem volt szó. Cső. Cső, jól áll, nagyon a rövid haj egyébként, meg az... Jaj, láttam a pulidat. Hát, nem csak van. Felül van ferde szemed a csíkba. Pa-pa-pa-ra. Pa-pa-pa. Csupu-pa-ra-pa. Skubu-pa-pa. Csupa. Titere-pe-pa. Skubu-bam-bum. Yeah. Hol a boszi? Ott látok valaki. Ott van, na.
Jaj. Mi? Jaj. Taktikai hányás. Fúj. Fasz meg. Faszom. Jaj. Csumi! Megjöttem! Szia! Cső! Szervusz! Szia! Mi van, te már előre vagyisztál? Hát egy kicsikét ilyen pörgettem a kerékkel és nyertem ingyenes piát. Azt benyomtam egy olyan hatfelest így omóra. Jaj, de várj, hoztam neked valamit. Igen? Hoztam neked egy kis... Jaj! Egy kicsit csúszós, hoztam egy ilyet. Köszönöm szépen. Meg tessék, ott is van. Kösz, én nem iszol. Nem iszol? Nem, most volt a detoxon, inkább nem. Nem légszertes. Ó, köszönöm. Szerintem azt most nem esélyük. Nem esélyük. Na mi volt? Én akkor beszélj. Ezért vagyok. Mi az? Néma. Néma vagyok, alig beszélek. Igazából volt egy ilyen kis tengerparti bulik. Aha. Aztán... Hát én nem ihatok, ugye? Miért nem ilyen? Hát ő elvonom volt oda-haza még. Ja. Pár éve. És testvérem rá vett. Azaz. Pia. Testvérem rá vett. Megtört a bajok, aztán a vízbe szedtek újraélesztéssel. Jézusom. Jó, hogy nem utána bevittek. Utána bevittek, ott háromszor megszöktem. Ja. Közben véletlenül a, hát a csudameha főnököt, aki amúgy mentős is véletlenül leköptem. Hát nem direkt. Akkor direkt volt, de amúgy nem direkt. Hát ki nem akar? Jaj, ó, bocsika. Ú, de finom illatos a szombat. Hát, na. Magyaróvaj. Utána kihívták a rendőröket. Mondula. Meg ilyenek. Ó, bocsika. Ezt egy kicsit megcsúsztam. Kaptam egy-két zsigálatú gyógyszergyomormosást, ilyenek, amíg én elvittek egy ilyen, tudod, ezekbe a szárnyokba pihenni. Privát korterem. Azaz. Bevetted a taktikai hányást, és tegyítettel tovább? Nice-eg. Kínoküszt küzdködtem a gyomormosás után. Nem mondd el, neki könyörgöm. Beforstál. Amikor pontba jött a doktorni, akkor ők az akkori párjával éppen a fürdőben elintézték a dolgokat, úgyhogy én ott kínak között fettengtem, majd pedig... Én azt hittem, hogy éppen fostál ők, meg szexeltek az zuhanyban. Nem, én az ágyon csak szenvedett. Csak és az beindít, hogyha ő szenved? Nem is figyeltem arra, hogy mit csinál. Aztán kedvesen megkértem a doktornőt, hogy nyissa már rájuk. Kit? Az orvost? Aha, a doktornő. Azt azért teszem hozzá, hogy aznap egész nap egy ilyen kis rezgő ketyere volt benne, állítható erősség volt, és azzal játszottak egész nap, úgyhogy én szenvedtem. Most tényleg is csak oda ágyak! Nem tudom, miről beszélsz, én nem voltam ott. Nem? Nem emlékszem. Jó. Te voltál az átélője. Igen, igen, jó vagyok. Nem, hagyjuk ezt. Nyeltem. Hagyjuk. Most mit tettek én arról, hogy rezgős bugyit kaptam? Rezgős bugyit. Azt. Az milyen az a rezgős bugyi? Hát, hogy neki rezgettem meg telefonra vezérled az erősséget. Háááá! A zuhany alatt? Mert az nem ráz, nem? Nem, ez még a zuhany előtt volt. Ez előtte volt. Ja. Azt hittem, hogy olyan volt a rezgős bugyi, hogy izé, hogy megráz az áram, mint a kutyákat. Rossz vagy, akkor megrázza a nunidat. Nem, ez jó érzés. Ez jó érzés? Ez nagyon jó érzés. Hagyjuk ezt. Na. Jó, én csak érdeklődöm, tudod? Igen, támogató igen. Vagyok. Igen. Persze, és akkor jöttünk, mentünk, az random emberektől kérdezte, hogy hanyas erősségre áll. És erre nem is mondta, miről van szó, csak hogy mondjanak egy számot egy és tíz között. Mindig bevitték a nyolcot. Nem én voltam. Ja? Nem, az a hülye ember, aki... Ez megnyugtató valahol. Ja, miért úgy mesélhetett, hogy ilyen félreérthető volt? Valószínűleg igen. Ó, genyó. Nem. Hát jó, hát én a trónok harca után már igazából nem ítélek el senkit. Én meg azt nem is láttam.
Hát, testvérek szexeltek benne. Ja, fúj. Ja, gyerekük is volt. És király lett testvérek. Benne. Jó vagy? Batyú. Mi? Kicsit úgy, nem tudom, jól vagy? Persze, hogy jó vagyok. Hát ez volt a trónok arcába. Igen, értem, de erőtlenül beszélsz, mint aki mindjárt összeesik. Nem, én erőtlen, nézd. Igen, így beszélsz. Fúros vagyok, nézd, teljesen ki vagyok gyúrva. Ja, tényleg, ki vagy pattintva. Nem ülj vissza. Még az ingom is lesz. Hát azt egyből elaléltál. Mertél a testtől. Ez csak miért sem egybe esik? Csak megbotlán sorban. Azt nézd, tagadnak az erek a kedemen, meg minden. Örülök, hogy csak a kezedet látom. Jaj. Hű már le. Jó, már na. Ez mondod, hogy feszítsük, most üljek. Nem tudom már. Igen. Ja, hogy jó vagy, pont jó. Pont jó? Na, ezt szeretem. Jó. Pont jó, szóval zizegős bugyi, és visszakértem, amikor szakítottatok? Ja, nem, megvan még. Megvan még? Persze. És vízálló? Annak kell, hogy legyen. Igen. Hát igen, hogyha belegondolsz, ne gondolj bele inkább. Mi bepisülsz közben? Nem. Féli. Nem. Nem értem. Tudom, de hát ahogy Georgi neked amúgykor magyarázott, én se érteném. Hát lemaradtam ott, hogy a magzaton belüli magzatok. De most mesélj te valamit inkább. Igen. Én? Vannak a nőügyeid? Hát ma nagyon lőttek egy embert, aztán tiszta feszkó volt, meg minden. Az menő, nem? Ott voltam. Azt pompáltak, pam-pam-pam-pam-pam. Kormányát, mit szóltál be? Hebe-le-ble-ble. Ottam. Te nőügyeid? Gangster volt. Nőügyeim? Igen. Hát... Nem nagyon van, te vagy a nőügyem. Más nővel nem is szoktál beszélni? Hát egyet szoktam, de az annyira nem komoly, főleg mert kiderült, hogy egyébként van több gyereke is, elméletek faszia is van, és hogy... Micsoda? Hát az Ebóra. Azt mondta, hogy megfogná a fütyimet. Azt mondta Debi. Ha azt mondta, hogy elmehetnénk fel a hegyekbe, és hogy érted. Hát én ismerem Debit, és ezt nem tudom róla elképzelni, hogy ilyen. Simán mondod? Azt mondta, na várjál, még SMS-em is van tőle. Mindjárt nézem, hogy hol van. Itt ezzel elvihetnék kirándulni. Hallod, akkor a Pufi bácsiék inkább neki mondják, hogy játszik vele. Őt is utálják. Ne nekem. Mindenkit utálnak. Tényleg, nekem is utálnak. Jó van, elszóltam. Na itt van, itt van, nézd. Itt mutatom neked, ide van írva, hogy egy napot megbeszél, és elvihetnék kirándulni a Bozótosba. Bozótosba? Nem fél, hogy megböki a picsáját a pokor? Nem. És akkor most írt, hogy ó, sajnos nem lesz jó, de majd kárpótollak. Ja, glu-glu, vagy hogy? Hát remélem, nem tudom. Nem, szóval ahogy jó fejtse, én bírom őt. Tesó, te voltál bele bunkó a múltkor. Nem mindig tudom, akar velünk leülni, pletyízni, de mi aztán sose érünk rá. Hoppá! Szia! Te úgy jó fej, bírom Debit. Ja, csak aztán... Ha normális, is, akkor én is. Rajta kevés nők egyike, akit bírok itt a városban. Én is csípom, jó nagy dumás, meg minden. Ja. Olyan, mint te csak ázsiaiban. Meg sokat és ez jobb vagy rosszabb? Hát szerintem rosszabb, mert azt mondták, hogy szült már vagy négyet vagy mi. Azt szerintem... Hát igen, és akkor amiben annyi gyerek kijött ott már, berakom a fütyit, aztán lehet, hogy ilyen ízés. Ja, csónakázótól, persze. Harangozós, belógatom, azt kongani kell a falán. Nem tudok erről nyilatkozni, állist. Hát igen, látod, előnyben vagy. Na jó, de ez genetika kérdése is. Igen, hát meg ott van a segg is, nem? Szóval, ja, te neked nem, de nála például. Nem, hát az ő seggéről nem tudok nyilatkozni, az enyém az ilyen, hát ez ilyen... Azt mondtad, az csak kijárat. Így igaz. Uh-huh. Mi? Ez nem úgy tűnt, mint a mi. Mi az, hogy... Ez cáfolatnak tűnt. Hát, én hallottam itt a sztorikat. Kitől? Na, mesélj! Hát, kitől én? Milyen sztorika? Megpopózta az új srác. Most már nekem is... Az biztos, hogy nem. Pedig én úgy tudom. Mi? Az kandó? Zuhuban fent.
Benne a dugóba, pedig én akartalak megcsinálni a dugóba. Tesó, ne kamuzzál össze-vissza, ez nem... Nem kamuzzok, ezt nem mondtad, te mesélted nek. Azt mondtad, elmondod neki, hogy segbe dugott az dugóba. De mi hátulról csak a segbe lehet berakni, ne idegesítsetek már. Nem, de oda elég könnyű, onna. De nem. Hangtorzító, az volt, elég, az 10 másodpercig bírta is a bástya, de hagyományos utakon. Hagyományos utakon? Igen. Magyar igen, nemzeti vaginában. Igen, a vasbeköves utakon. Mi? Ja, hát igen. Ja, úgyhogy... Akkor nem. Miért az én altájamról van megint szó? Azt mondjátok meg. Nem tudom, a tesót beszél róla, ő hozta fel, hogy segbe dugtak a WC-be. Nem a WC-be, hanem az emeleten. Hát akkor az emeleten. Nem tudom én ezt követni. Ja. Fürdőnaci van? Ha igen, vettem. Na, és neked fürdőruci? Hogy vagy pucéran fürdés lesz? Nem. Fasz. Te só, nálad van fürdőnaci? Én már nem fürdök. Megért sajnos. Se nem fürdés, se nem iszó. Jaj. Jaj. Istenem. Nem tesz neked jót az a pia. Nagyon-nagyon fiatal vagy te. Hát nagyon erős volt ez a viszki, amit itt nagyon erős volt ez a viszki. Mennyit itt áll? 10-et? 5-6-at. Ennyire. Mi az? Én egy mozizásban marad. Jaj, kösz már. Na, szexi vagyok, látod? Hát állati szexi. A hasom, meg minden. Te igazi vadállat vagy. Hát, hogyha így hívod. Kérsz még egy italt? Van még nálam ilyen kis gyümölcsös. Igen, nem fog levetkőzni arra, amit kell járni. Hát valamennyire le fogsz, mert fürdenünk kell. Amúgy csak mondom, hogy általában a kasztinőn teszi, ha sokat iszik, akkor pucér. Tudom, az igen, úgyhogy most nem iszom sokat. Igen, csak párat. Hozok piát, jó? Jó, nem kell. Hát csak viccel tudod. Ne törődj bele, ígyunk inkább. Nem. Jól, elhagytam a bikinim, ja nem? Jó. Ajjaj. Ja. Na, tök csinivel. Ijjunk. Egi, na várj. De te nem vagy stabil még most se, Egi. Gam. Tök egy jó csoda dzsújt, azt írja, hogy türelem. Apa, faszát, elég türelem a faszom. Hát én sem vagyok türelmes típus igazából. Hát na látod. Úgyhogy meg tudom érteni a türelmetlenség. Meg hát. Ahhoz a tűzhöz ne menjünk, rossz emlékeim vannak róla. Igen. Mi történt? Nem tudom, te nem emlékszel? De egyébként valami rémlik. Szegény gyereket. Megrilleztünk ott, vagy grilleztünk mi, nem csak ti ki kettőt. Ki volt az? Gusztika vagy ki? Gusztika volt az egyik, a Liam volt a másik. Csóró. Liam? Liam a tesód, nem? Nem. De az is van. Angelo. Angelo, jó, majdnem. Tudtam, hogy olyan spéci nyelve van. Hova mész? Hát nem fürdünk. Ja de, menjünk fürdünk. Azt hittem az évet közt ilyen szexi, a hoppácska. Százas. Jaj, gyere. Levettelek a lábadról, látod? Csak úgy igen, simában. Abszolút. Liamnek hívták. Igen, valami rémlik. Az udvarolt neked, nem? És hát, akkor meg kellett, hogy jó. Véletlenül. Szegény, de azt tényleg nem akartam egyébként bántani. Nem baj, azért mindegy. Hát vicces volt. Igen, vicces volt. Én úgy láttam, hát, akkor annyira utólag visszagondolva, jót nevettünk rajta. Vagy jó kaszinó roján. Biztos nem iszol egyet velünk, Angelo? Biztos. Ne itassuk, nem lesz jó véget. Megpróbálhatjuk, de nem lesz jó véget. Ihaz, de akkor legalább nem uratkozunk, ha berugsz. Én kíváncsi lennék. Még. Na egyet így el már ránk, na. Nem szabad. Hogyha iszol velem egyet, akkor izé, kap egy csókot a Ramona, na. Abazd meg. Tényleg jó. Egy próbát megért. Hát akkor nem iszok. Jó van, akkor vittok egy Sex on the Beach-et. Igyál már egyet, na. Melyik a legváltosabb? Akarja a csókot. Nem, azt akarom, hogy engedj el magad. Nézd, milyen mereven áll hátra tett kézzel. Tisztára emlékeztet valakire, akire nem akarok emlékezni. Hát a Maxi doktor úr állt mindig. Ő nem így állt. Nem? Hát amikor hogy állt? Amikor ott volt, akkor mindig ilyen mereven áll. Így állt. Tényleg. Ja, Maxikám, szegénykém. Jaj, Istenem. Hogyan békébe szegénynek nem tudtam elmenni a temetésére, pedig apám helyett apám volt. Egy lightosat, akkor adjál egy Sex on the Beach-et. Azt szoktam mondani. Maxira, hogy legjobb barátnőm volt.
Hát nekem izé volt. Részt vett a nevelésemben, meg minden, miután édesanyám, meg apukám meghalt. Jaj. Látszik. Hát édesanyja nem is halt meg. Hát de meghalt, csak jobban van. Ja? Hát ez a mai orvostudomány. Na jó, én kétszer is belajánlkoztam az ivásra, de nem mondtuk már többször hát már is, hogy de, hogy igyál. Hát erről battam neki. Mondtam, hogy egy lájtos. Tessék, egy lájtos. Figyelek. Ez az a igen. Köszönöm szépen. Hát akkor ígyunk Maximnak az emlékére. Én nem tudok már mit inni, de jó. Nem, hát akkor adok. Tessék. Jó, köszönöm. Nem, hiszem, mindenből tízet, ami itt volt, Pia. Maximilian bácsi emlékére. Maxira. Jaj, szóval Maxi! Jaj, hát a Maxi bácsi most biztos boldog lennél. Büszke lennél rá onnan a csillagok közül. Első fogamzásgátlomot ő írtak. Star Wars. Igen. Jaha. De jó, hogy pont most írnak üzlette. Ki biztos. Az? Most ne menj el. Nyugodtan írjál, megvárunk, addig beülünk a izébe, a fürdőbe. Jó. Te nem fürdesz velünk? Tótéra. Akkor el kéne mennem egy... Menj el hozzá egy ízét, egy rucit, aztán iszogatunk, pancsizunk. A víz az jót tesz, akkor nem fogsz annyira berúgni, az így lehozza. Kiszívja belőled az alkohol. Addig értékelem úgy itt a próbálkozás, hogy elküldj. Tehát tudom, adok nektek 10 percet, elmegyek fel a boltba. Jó, van. Melyikbe menjünk? A nagy medence vagy a kicsiben? Nagyba. Nagyba? Nyomjuk nagyon. De ha az a baj, hogy ruhapultban vagy, az nem 10 perc, hanem ez egy óra. Egy órán keresztül választ egy ruhát? Így igaz. Főső, aztán ahhoz alsó, aztán az cipő, aztán az másik főső. Mi? De másik ez csak alsó. Egy fürdőruci. Jaj! Jó vagy, béb? Óvatos legyél. Én nagyon óvatos vagyok. Jaj. Jaj, Istenem. Ez már az élet. Mondd már meg, miért utálnak engem ennyire a Pufi bácsiék? Szerintem féltékenyek rád azért. Dehogy? Miért az ének hogy tetsző félték? Meg minden. Aztán félnek, hogy elveszítenek, tudod? Félnek, hogy kirepül a gyerek a izéből. Aha, tudod, kirepül a gyerek a izéből. A medencéből, meg minden. Vagy nem a medencéből, a családi házból. A medencéből? És akkor... ilyenkor történnek dolgok. Ja. Aha, hát jó, hát... De hát nem akarom, hogy utáljanak, akkor inkább távol tartom magam tőled. Hát, most miért? De azért lazában egy kicsit. Miért? Én nem szorongatom. Nagy a kezem? Ja, hát, gyúra. Nagy a kezed. Akkor majd lassan használom. Jó. Azok után, amiket... Jó. Figyelj csak, majd valamikor meg kéne ejteni egy ilyen... A csókot? Olyan felvil... Nem. Ja, azt egy hittem, olyan Angel felvilágos... újhat egyébként. Csak mondom. Egy olyan... Te figyelj ide! Egy olyan felvilágosító órát. A szép volt, Polábim. Érted is, hogy miről van szó. Aha. De a búzom ezért hát nem adottál. Abból van a csokapik, nem? Igen. Fú, de szeretem a csokapikot, de nagyon finom. Szín is szeretem egyébként, az tényleg jó. Csupa csokoládé. És megfesti a tejet is egyébként. Megéhezti? Hát egy kicsit. Nem annyira egyébként. Szerintem az alkohol az laktat meg ilyenek, szóval. Dehogy laktat. Nem laktat az alkohol? Nem. Akkor nem kéne elrágnom az üveget. Hát nem kéne amúgy, nem. Hát, hogy nem tenne jó. És hogyha ilyen koktélt iszik az ember, amiben van ilyen izé, juice. A juice az laktat, nem? Mert az hát, ilyen izé, ilyen gyümölcslé, rostos. Hát végül is igen, végül is. Az jobban, na. Mint a ilyen sima. Hát nem szokta belemezni, én csak megiszom, na. Aztán kész. És a tesod miért után jó Debórát? Hopp, kéne dőj. Óvatosan, hey. Jaj. Bocsánat, jaj. Semmi baj. Tesom nem utálja a Debit, csak nem szereti. Nem utálja, csak nem szeret, az jó. Nem jó, várjál. Nem utálja, csak nem tudom. Én egyszer azt hittem még régen, még nagyon régen, hogy ők össze fognak jönni, de aztán nem Debivel. Jöttek össze. Debi és miért nem jöttek össze? Igen, most izé azt mondja, mert izé írogat nekem meg minden, meg hogy vigyem el randizni, meg ilyenek, de közben meg azt mondták nekem a rendőrtársai, hogy valami Redgrave-vel van együtt. Igen, azzal a vöröshajú rendőrvágyúval. Hát de akkor meg bele, miért ír nekem ilyeneket, hogy ottan
vigyen be a buxusba. Lehet izgatod a fantáziáját. Ja, és félre kúrna. Én arra gondoltam, hogy felvinném, megcsinálnám, és küldenék egy képet a izének, a Redgrave-nek róla. Szép lenne. Szép hát húzás lenne. Hát de most nem, hát most nem. Hát most, hogyha valaki ilyen házasságtörő, akkor ez a izé, a brókód az azt mondja, nem? De várjál, én sokáig nem is tudtam, hogy a Redgrave-vel van, amikor kérdeztem meg tőle, azt mondja, hát nem vagy mondtál. Két hónapja, hát már milyen két hónapja, nem is tudtam, pedig látod? Azért beszélgetek veled. Azért mondom, az közben meg izgatja a férfiakat, hogy ez lenne a legkevesebb a Redgrave, biztos örülne neki, hogyha elküldenék, hogy megdugták a nőjét. Hát gondolom, hogy örülne neki, díjazná biztos. Hát de nem, hát akkor legalább tudná, hogy izé ottan dolgok vannak. Hát de ez most... Igen, mondjuk. Rólam sok mindent el lehet mondani, de amikor voltam valakivel, akkor másra nem szórakoztam, az biztos. Igen, hűséges típus vagy? Hát egyébként igen. Na, nagyon helyes. Csak hát rólam hordanak össze minden. Hát rosszat. Igen, sok rosszat mondanak rólad. És akkor ahhoz képest meg még mindig kerese. Szia, tesó. Hát látod, szia. Én ilyen izé vagyok. Hűséges vagy mi az, kitartó. Igen. Papucsba? Csi, Angelo. Kumi papucs, szia, szia. Fasza lett a izéd. A lucid. Köszönöm szép. Igen, sőről azt mondom. Ez a hogy beszélsz ilyen erőszakoló cukros bácsi. Jézus. Sokombás meg itt volt. Hát szerintem egyébként van annyi ízé itten benne, hogy nem lesz itten gomba, mert én úgy tudom, hogy ilyenkor a víznek a pH értékét, azt különbe szokták állítani, és emellett meg még szokták klórozni a vizet. De a klórt nem szokták túlzásba vinni, mert van külön egy ilyen pH értékvizsgáló, és akkor megnézzük, hogy megfelelő-e. Emellett meg szoktak még egyéb ilyen antibakteriális dolgokat is önteni, és úgy keverik meg a vizet. Ne, hát kicsi le, hogy te milyen okos vagy! Igen, ez az átlag, vagy pedig itt? National Geographic-on. Ja. Hát ez mondjuk az átlag, de hát ez egy pucos kaszinó. Gondolod, hogy ezen izélnének. Hát az mennyire gáz lenne, hogy itt milliókat lehet nyerni, azt lábgombát kap az ember. Szerintem itt nem baszakodnak. Hát mondjuk ez tényleg gáz lenne egyébként. Na hát, szerintem itt izé, ez fullos. Pálmafák. Natgeót nézel, és más természetfilmeket nem szoktál? Más természetfilmeket? Aha, ilyen 18 pluszosokat. Hát szoktam nézni, nem szoktam volna. Miért? És azt, hogy valójában minden értesz, hogy ott mit csinálnak? Hát mire gondolsz, hogy minden? Hát ott dugnak. Igen. Hát azt értem, be, hogy ne érteném. De ugye tudod, hogy a valóságban nem úgy van ám, mint a filmben. Mert hogy van? Máshova hát kell tenni? Csak... Nem, csak máshogy. Tehát a máshogy filmekben... Persze az asztal. Filmek... Milyen fasz... Filmekben nincsenek érzések, érted meg? Nem, de hát szoktak az sírni azok a lányok mindig. Hát, ha ledugnák a torkomra a 20 centiset, lehet, hogy én is sírnék. Jaj, úgy szoktak sírnak, utána meg hánynak egy vödörbe, és akkor azt ráönti hát a fejére. Oh, te milyeneket nézel, úristen? Hát ilyeneket szokott feldobni. Aztán rálép a nyakára, meg minden. Ez valami nagyon rossz irány. Nem ilyen? Nem. Lehet kinek mi. Hát, de legalább... Mi? Úgyhogy, hát igen. Ide szoktam járni a csöveseimben fürdni, gombás és nájt. Testvérem. Mi? Rokonnal csak kotonnal, azt mondják, hogy... Nem. Sok fura alakkal találkozunk, igen. Ja, aha. Szóval jó, egyébként értek. Hát sok mindent nézek, mert csak vicceltem, hogy van ilyen vödörös is. Szoktam nézni a Woodman bácsit is, meg minden. Kicsit-e? Hát a Woodman bácsit. Ja. Francia. Hallod, de mit mondott a Leo, hogy elviszi Debbie-t, megdugja, aztán elküldi a fotót Redgrave-nek, hogy megdugta. Hát nem az lenne az illendő? Én közbe csinálnám. Hát, hogy tudjon róla. De közbe csinálnám, érted? Közben, hogy mondjuk szopatom, azt elküldöm neki. Ha. Sőt, Twitterre rakt ki. Jó, nem, az megalázom. Nem geciségből akarnám, hanem épp azért, hogy tudja, hogyha ilyen rossz a nője, meg ilyenek, akkor amikor hazamegy, akkor ne tudja azt mondani, hogy mi a helyzet, szívem, hol voltál? Jaj, csak sétáltam a gyerekekkel. Azt láttam, hogy a Leo faszát szopad! Akkor az már is más. Jaj. Érted? Persze. Szóval az ilyen. Férfias összetartás, hogy valami. És hogyha azt mondja, hogy letámadtad, érted? Mi?
hogyha azt mondja, hogy letámadtad, vagy hogy azt mondaná, hogy nem erőszak volt is. De megvannak az SMS-eim. Ha látod, te okos vagy. Igen. Érted, el akarja vinni, hogy vigye fel a hegyekbe toszni. A bozontba. Igen, igen, a bozontba vigyem el. Hát nem tudom, érdekes. Na mindegy, majd szóba hozhatom, hogy találkozok vele? Vagy inkább mit? Nem? Hogyha megdugnám, lefilmezném és elküldeném a faszijának? Mi lenne, nem ha nem? Bolond. Te bolond, nem ezt, hanem hogy ne? Csak hogy ismered téged, hogy letagadjál, vagy ja, nem mondja. Ja, felhozhatod, igen. De ismert, azt mondta, hogy kiskoromban is ismert, mert hogy amikor kicsi voltam, azt mondta, hogy ő fürdetett engem, és hogy megnézni, hogy megnőtte már azóta. Mi, már ilyen vingeci a Debóra. Hát igen. Tű, anyukám. De, figyelj, mert de hát ázsiaiak, azok ugyanúgy néz ki, mint hogyha 15 éves ja, lenne, nem? Mondjuk az igaz. Kiskorodban is ismert, meg fürdetett, akkor már azért na. Minap? Kicsit túlkoros. Hozt, tehát a legjobb a mi effektől tanulni, meg minden. Nem kesztyűbe fogja meg a fasztasszonyját. Hát az biztos. Finnyáspodva. Én a izé. Csipesszel. Tapasztalt nőkre bukok. Csipesszel. Hát van olyan. Mire gondolsz tapasztalt alatt? Csak nem rám. Hát dehogy nem, hát miért szerinted miért kacsingatok rád? Valami belement a szemembe. Ja, kacsintott? Te napszemüvegbe vagy. Ja. Igen, kacsintottam. Faszabott a napszemüvegembe. Másabb. Na. Mondjuk most így nagyon szúrja a szememet a fény. Nincs is nagyon fény, már megy le a nap. Hát igen, de így visszacsillog itt a neon, meg minden a vizen. Jaj, na, persze, még benned alkohol van, és zavarja a kis szervezetedet, hát persze. Meg nem zavar, én férfi vagyok, én csak bírom, iszunk egyet. Hát, ígyunk, mi van nálad még? Bolond vagy van nálam, vagy 60? Mondom, hogy mindenből 10-et vettem. Meg én is hoztam. Te is ugyál még egyet. Egyetok egy párat akkor. Jaj, majdnem adtam neked egy jegygyűrűt, elnézést. Mit? Rozsebben benyúltam. Mennyire komolyak a szándékai? Rálad minek van jegygyűrű? Hát csak így volt. Aha, valakit meg, aha. Nem, dehogy. Ja, hogy neked a testvére mindig az örök második, mert Debóra visszautasított. De most miről beszélsz? Hát vele akartam találkozni, és most hoztam a jegygyűrűt, akkor szerinted kinek hoztam? Aha, vagy lehet, hogy Debi nem ért rá. Ez nem igaz. Debi az már tök rég lemondta, és utána hívtalak még csak tégen. Csak szívom a véred. Hát szívadnál mást inkább. Mire gondolsz? Hát főképp a péniszemre. Drogot. Aha. Ja, igen, drogra. Az most nincs nálam, azt hiszem. Ja, lepakoltam a cuccomat. Mit hát mond a Csuda Joy? Lesz a szex. Most legyél merész! Azt mondja, most legyek merész! Ajjaj. Én félek. Kaptam egy popcorn, meg még több kocsodat. Nem egyet, egy pár. Hát miért kaptam ennyit? Mit csinálják ezzel a popcorn? Bevásároltam. Húzom a fejemre, vagy mi? Úristen, de visszhangoztok. Jaj. Kezd el itt a popcornos dobozokat, itt úsztat, mint egy hajót. Miért adta nekem egy popcorn? Hát akkor lesz a picsám, mint a ház. Nem baj, nagyság, nagy élvezet. Ó, biztos. Na, iszok én is még egy izit. Füldős kurva vagy testvérem. Érdei gyümiset. Mi vagyok már én? Ki üsse? Na, gyere. Na. Te kis kuki, a franc van már ez az. Jaj, véletlen. Ne gyere! Mit akarsz? Jaj, üsselek ki? A vízbe biztos nem. Ajaj. De akkor menjetek kicsit kijjebb. Nehogy engem beálljatok, nem menjünk meg közben iszom. Üss meg, menjünk meg. Ki a vízbe, gyere! Boxoljatok a vízbe. Biztos nem halálosan. Biztos nem vízes, hogy... Ó, faszom fasz! Adjál neki! Csapszit! Csapszit! Te teherbe! Azaz! Szerintem nekem szurkol. Nem, egyébként. Miért akarnám, hogy teherbe tedd ezt a csodanőt? Hát, izé, vérmérgezés lenne. Teher. Hát hogy? Megmutassa, hogy bam, bam! Meg fordítva bam, bam. Júj! Csapszét! Erünk! Csak a fejét, hogy meg ne sántulj! Fasz! Felvett a gyerekcsináló pószt. Most átadom akkor innentől neked. Igen? Inkább adjál valamit, rakott! Jádok egy popcorn. Yeah. Drogot adjál, drogot! Nincs nálam. Csak a kábítószer? Nem lekérem. Nincs nálam sem egyébként. Gyász de tessék, itt van egy Csuda Joy. Attól jobban érzed magad.
Jaj. Jaj. Minden rendben van? Lélegeztesselek szájba, most szájba. Most kezdenek visszaérni a jó érzése. Nem, nekem drog kell. Drog kell? Vagy kötszer, vagy valami. Kötszer? Nincsen kötszerem. Belebazd a vízbe, meghal. Megfullad, szegény összetörte magát. Jó. Van nálam, ne akkor. A fejes! Csak a fejét, hogy meg ne sántul, jó? Engem? Nem. Na van kötszer, kell. Akkor kérek szépen. Kérje szépen, bocsánatot. Bocsánatot kérek, te kis fasz. Nem hallom. Bocsánat. Normálisan. Kék szavak, nice. Add már ide azt a szart. Ja. Részegen tudsz csak megverni. Nagy ember vagy te, Angelo Bertolini. Ráduszítom az unokatesónkat. Van unokatesótok is? Persze. Itt a kis Gregorit? Aha. Nagy a család. Gregori, szeret engem, sose bántana. Ha. Kedvenc rokonom. Nem vágom. Gregoriának még be sem mutatta. Igen, bemutattalak anyukámnak is. Szerintem anyukád utál engem a legjobban. Van egy olyan sand, nagyon... Nem egyébként. Volt, hát nem mondta egyébként, hogy, hogy tök jó vejed lenne, meg minden, vagy mi lennél? Az lenne anyósod. Anyósom? Mi utálna téged? Ő azt hitte, hogy fixen összejövünk utána. Jaj, engem mindenki mondta. Utál. Anyukám szeret. Ő tök örülne amúgy, neki, hogyha összejönnek. Amúgy Debit is mindenki utálja, épp arról szoktunk beszélni. Igen, Debit is mindenki utálja egyébként. De pont nem érdekel amúgy minket ez a dolog. Nem érdekel, hogy anyukám örülne, hogyha összeházasodnánk. Nem anyukádról beszélek, hanem hogy utálnak. Akkor anyukám érdekel. Miért? Ezt már szeretem. Oh. Figyelj, tesi, van még nálad egy ilyen szar? Nincs. Úgy szétcsaptátok magatokat, hogy ennyi kötszerkő? Igen. Nagyon instabil vagyok. Bekerült a izi? Oh. Sebb arról? Angelo! Jó vagy, jó vagy! Meg ne fulladjatok nekem ott! Geci! Még pihed. Bébi! Bébi, ne hallj meg! Jól van! Jól vagyok! Jaj, vagyok, akkor megijedtem, hogy lebuktál a víz alá. Inkább inni a gyert. Azt hittem már tenger alatt járó vagy. Angelo, sok lesz a pihed. Torpedó esetleg. Tessék, itt egy torpedó. Még egy kiköszú, de jól. Angelo, itt egy kis torpedó. Itt egy kis torpedó. Angelo, úristen, megint detox lesz. De detox a kerületeson, te is jössz. Yes. Ti lesztek a szappandosok. Mi? Én nem fogok még egyszer dugni ott. Hol? A detoxon? Igen. Kortál a detoxon. Hát most mi senki, hát hova figyeltél? Egy cigis. Mi? Én az Uhubán lemaradtam, ami majdnem aná volt, de nem. A kórházról is szó volt, tudod, hogy ott fetrengett, és akkor én meg közben a fürdőbe. Ja, az a kórházba volt? Azt nem tudtam, hogy a kórházba igen, volt, az a kórházba. Csak hogy rosszul volt. Igen. Nem kéne többet írni, mert akkor tényleg ledobom a textit. Hát és akkor mi van? Hát itt elfér meg. Ki lát itt? Este van, meg nap, meg minden. Hát ugye még sokan. Ah, nincs itt senki. Itt kukkolnak azokon az ablakokon. Tessé? Tök nem. Szív magadba a holdfényt. Most mit csinálsz velem? Tessé, hó! Júj, kap főbe, meg hó! Gyász meg ezt. Gyorsan húzd ki a vízbe, nehogy megfulladjon. Aj, kihúzom teket. Fú, tesó. Pohárral a kezébe a hülye. Aj, Istenem, megint berugott. Hát ez Ázsaló. Megesik a legjobb családba is. Jól vagy? Tesó. Angelo, meg vagy? Igen, várj egy kicsit. Chill down, vagy hogy mondják. Echo, tesó, érted? Tesi. Ugye ezt megeszim, nem kellett volna neki annyit adni. Szerinted jó van? Nem, nincs. Harod, miért kellett neki piát adni ennyit? Hát ő kérte, és egyébként ő hozta. Angelo, jól vagy? Angelo! Á,
hívjunk mentőt. De szó? Fektessük le az egyik izé padra, várjál. Tesi. Nem bring, bazd meg, hogy hívják? Elfelejtettem, bazd meg, hogy hogyan veszed fel. Fölkapott-e, vagy kapjon fölé? Nem azom. Kösz. Gyere, Angelo, minden rendben lesz. Oj. Jaj. Tudtam, hogy itt baj lesz megint. De hogy baj, csak egy kicsit. Ő lepihen. Mi meg még pancsizunk, minden rendben lesz. Kialussza. Megijedtem, hogy már őt is be akarod dobni a grillbe. De hogy is miért akarnám bedobni a grillbe? Én a kórházba megmondom neked őszintén, nem akarom bevinni megint. Nem is kell, itt kipihenni, nem lesz semmi baj. Jó. Nézd most meg. Tessó. Látod, mondtam, hogy kipihenni. Ne, jár több. Halál a májra. Na ennyire nem kéne. Nem lesz semmi baj. El kéne venni tőle, ami nála van, ebből baj lesz. Elvenni? Igen. Óvatosan megnézem, hogy mi a helyzet. Nézd meg óvatosan, és határozottan vedd. Nem férek hozzá a zsebéhez, szerintem. Benne van a keze, kihúzom a kezéből a zsebét, vagy a zsebéből a kezét. Mindegy. Aha. Találok néhány némi piát, azt így óvatosan így elveszem. Ez igen. Így. Jó, van, elvettem. Gyere, pancsizunk, ő meg pihen. Hát, jó, de azért... De rendben lesz, hogy nézd meg, pálmafák, meg zöld. Ott a holdfénye. Édes Istenem, szédülök. Szédülsz? Tessék, az helyre rak. Ja, kösz, de hát ennyit én nem tudok meginni. Ja. Hát akkor most magammal kell kocincsak. Nem, kocintok veled. Na, hát akkor csak megiszom. Szépen lassan. Hát akkor egészséged. Egészségünkre. Szépen lassan a... Hoppá, szígy egybe. Kacsa a nakedlit. Jaj. Ebből még baj lesz. Dehogy lesz baj, miért lenne baj? Gyere, csücs ide. Jaj, remgye leülök, nem van egyszerű. Ha? Miért? Nagyon csúszik? Nem. Jó. Na. Jaj, látod, naplemente van egyébként. Milyen romantikus. Nagyon romantikus. Nem romantikus? Nézd meg, tiszta narancssárga az ég, alja meg minden. Narancssárga, igen. Balra meg kék, ott már tök este van, meg ilyenek. Jaj, szegény tesó. Hát, de legalább nem feszengett, érted? Előtte meg ott 10 éve volt. Le volt ott rakva teljesen feszengősbe. Most már teljesen csillbe van, megpihen. Ez egy jó sztori lesz neki, honnan. Hát, ha túléli. Miért legyen egy túl? Hát ő egy Michelangelo. Oh, az biztos, apa. Jaj, kicsit megmerevetti. Jaj, hát igen. Már nyakadról beszélgetünk. Nyakam, persze. Szerintem, ha orvososdit játszanánk, nem csak a nyakam lenne az. Ja, hát én nem értek az ilyesmihez. Nem, hát azért kell olyankor, tudod, ilyenkor végig kell tapogatni a másikat, és akkor elmondani, hogy mit érzel. Mondjuk itt megfogom a cicidet, és van-e benne rák. Ja, hát te értesz ehhez, aha. Igen, egyébként. Hogy szokták mondani, ilyen emlővizsgálatot végezni? Igen. Te megvizsgáltad már magad? Persze, önvizsgálatot kell rendszeresen. Igen, mondani. Igen, minden nap kell magadnak. Azért kérdeztem, mert hogyha nem, akkor segítek szívesen. Főleg most, hogy újjak ilyenkor, nagyon kell rá figyelni. Na persze, gondolom, hogy megtapogatnád őket. Hát ha szeretnél, akkor fogd meg. Hát most már ilyen franc. Hát akkor megfogom őket, hát én ne fogjam meg őket. Na várj, fölállok ki. Na. Én már állok. Na? Tessék. Ó. Hát egész szépek lettek. Igen, amit szépnek, szépek, bár most nem tudom, hogy csinálták, hogy alávágták, vagy bimbónál vágták, vagy hogy vágták? Sose fogod megtudni. Nem tudom meg? Nem. Nem? Kérsz még na egy jó, majd...
Majd egyszer talán elmondom. Igen? Mi a front? Aha, igen. Jó, van. Na visszaülök. Jó, teszed. Tessék itt egy teljesen nem utalós koktél. Én tudom, hogy te mit szeretnél. Én? Megnyerni az autót ott egyébként. Igen. Az nagyon menő lenne. Te ezt szeretnéd, ugye? De nem ez lesz. Hogy lefeküdjél a hátadra? Igen, meg te közém asszál. Hát, biztos nem bánnám. Jól van, nyugodjunk le, kérem. Én tök nyugodt vagyok. Azért mondom, csak mondtam, hogy biztos nem bánnám, most érted? Ha, biztos. Az elméletet gyakorlatra váltani. Most már ott volt a Giorgio bácsi, csinál az elmélet, meg minden. Amiből semmit nem értettél, de még én sem. Hát nem igazán. Azért gondoltam, hogy hát ha érted egy ilyen izit. Romantikus, gyors talpaló. Angelo? Na, Angelo fel kell. Cső, Angelo! Angelo, te már megint ittál? Angelo! Te sok? Na, bazd meg. Sok volt ez a pijákkel is. Igen, megcsapott. Oh. Jaj. Jaj, kicsit megcsúsztam. Jó vagy, baby? Jó vagy. Gyere, felsegítelek. Gyere. Nincs semmi baj. Nincs. Tesó, ma megint. Kicsit kiütötte magát, úgy de látom. Hát nem lett jobban. Mi a franc, vettél piát? Én? Hogy vettem nem, volna ő, piát? Ő. Nem ő. Tudom, hát nézd meg, van nála pia? Hát én nem tudom megnézni. Én elvettem tőle. Nem tudod megnézni? Annyira be vagy nyomva. Várj, megnézem. Mi a fasz keres? Van nála 10 darab erdélyi gyümölcsös ital? Nem áll. Amíg mi nem figyeltünk, addig elment és bevásárolt. Igen, mert látom beleimmel, vagy elfoglalva. Mi? Hát megengedted, hogy megfogjam a cicidet. Hát igen, de... Na. Tesó, most már ne így jár többet, mert beviszlek a kórházba. Hívjuk a mentőt hozzá? Lehet, hogy kéne, igen. Már hívok mentőt. Ó. Megint meg fogja köpködni ott az orvosokat. Remélem a Delátorra vagy, hogy a faszomba hívják lesz ott, azt szereti. Ha bántják. Micsoda? Ki szokta bántani? Van ott egy ápoló, azt köpködte meg a múltkor. Remélem meg most köpködtem. Is ott van. Érsz? Csak nem lesz ilyen megköpködés. Én beülök egy kicsit a vízbe egyébként, mert az meg azért az jobban lehúz. Üljél csak, tesó. Egy. Még azt, hogy nem bírsz magadra. Meg kell keresni a 100 000. Támaszkodik. Tényleg visszaküzdelek anyánkhoz. Ja, már nem jól támaszkodik. Tesó. Jó vagy, Angelo? Hívtunk mentőt. Gyere, ülj le a hideg vízbe, az zombis vagyok. Szomjas vagy? Jaj, tessék, itt van egy csuda dzsúj. Nem arra. Nem arra? Más nem kapsz. A szerelemre? Igen. Tessék. Milyen szerelemre? Most nem kell. Valami normálisan. Hát ez izé, ez a durva, ez a csuda dzsúj plusz. Vodkával van keverve. Igen. Nagy ott itt. Kaktuszos. Nem szeretem a keverte. Ne finneskodják. Tiszta nincs nálam sajnos. Adjál valami. Adjál, jó. Tesó! Adjál valami. Jön a rendőr. Adjál valami. Az a mentő, nem? Nem. Ez az a csecsrelmes. Jó, van már lefeszül már. Tessék, itt van. Ez felszívja. Popcornt. Áó! Ez direkt volt? Meg fogok halni! Meg fog fulladni a karakterem, ha nem húzzák ki! Jól vagy te? Ott a víz alatt? Nem! Jaj, most téged kell kikapni. Gyere ide, nagyfiú! Az előbb ki tudtam menni tesóval, de meg olyan nehéz, hogy nem tudom a seggedet kivinni. Ott a... Meg vagyok! Jaj, bazd meg! Tehetlek? Le! Ó, Jézus fasza! Ez jól lebaszott nekem egyet, csak adtam neki popcornt, hogy felszívja a piát. De várjál, hova megy már megint, tesó? Szerintem piát akar venni. Jaj! Jó Istenem!
Ja, kaptam is egy felsérülést. Nem ide jött a mentős? Szúrd le, majd mondd a mentősnek, hogy beleesett a késbe. Ja, egyébként tényleg van nálam kés. Adja. Hol vannak? Rami! John Jello! Angelo, ne! Igen, 30 perc, szóval abszolút, ha tesóm élve megúszta. Nyitom velem. Ez most egy mentős üldözés? Jó, akkor fél óra múlva. Hú, bassza meg, hát fél óra múlva, nem tudom, mert 10-kor nekem ilyen megbeszélésem van, de megpróbálom lezavarni akkor gyorsan. Baj van amúgy? Azt nem az, hogy visszajött a kanad, mert megölöm magam. Nem, nem. Jó, akkor majd beszélünk. Puszi, szia! Majdnem azt mondtam, amit nem kellett volna. Szia, puszi! Szia! Viszont a fazil! Nehogy is ez a... Ez egy régi, régi... Régi... Hova lett a tesóm? Beült az autóba, elhajtott és üldözi egy rendőr meg egy mentős éppen. Most ezt nem mondod komolyan. De igen. Hát öltözünk föl, és keressük meg, hát ez így nem jó. Jaj. Mondtam, hogy problémás a családom. Hát egyébként jó fegyverek, csak ne ütne pofámba az egész zombó. Hova ütött? Az arcomra. A számra. Na most akkor hova ütött? A számra ütött. Nem hiszem el. Az első volt az igaz. Számra? Uh-huh. Gyász meg ezt téged, ennyire akarsz egy sokat? Hát hogy a faszomban, ne? Jaj. Gyere. Mua. Na. Élvezd ki. Ez az. Most tényleg találjuk már meg őket, mert neki rossz vége van. Itt a BMW-m, gyere pattanjunk be. Így részegen? Nem vagyok én részeg, én így születtem, hogy nem... Bolondan? Mindegy. Nem vagyok bolond. Profi vagyok. Majd meglátod. Jaj, profi sofőr. Mi be volt? Ilyen ezüstbe volt, nem? Ő is bömbibe volt, bömbölve. Ezüstbömbibe volt. Kaszinó, 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 megvan. Bohózzu, de az illik hozzád amúgy. Igen, mert mindig idegesítem az embereket, aztán ugye a legjobb. Úgyhogy közben nyomom a bóhoz dudát. Jó, de csak ésszel vezessél. Ésszel vezetek, ne viccek, profi vagyok. És merre mentek el? Balra láttam. Szerintem a főpup fele mentek. Atya úristen. Jó, szürke BMW volt. Nem próbált felhívni közben? De igen. Mert én jobbra hallom a szirénát. Ott a mentős. Aha. Tesó! Mi az? Ja, felvettem? Tesó! Hol vagy, tesó? Jó, ezt lerakom, így nincs. Tesó, hol vagy? És hol van? Csak énekel, mint egy idióta. Énekel? Mit énekel? Woo! Minden rendben van. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a mentős már nem visszamegy. Lehet, hogy visszamegy, ez meg szopóka. Merre van a kóház is, nem? Kóház? Igen, erre van. Szerintem ez a kórház, ez akkor nem adott. Igen, igen. Merre lehet? Nem tudom. Várjál, hogyha nem adtak neki a kaszinóval miatt, mert elment, lehet, hogy elment a cyberbarba inni, nem? Mert most azon lenne az esze, ha üldi az önrendőr, hogy még igyon.
Hát, szerintem igen. Jó. Minden rendben van. Hát sem akartam, hogy mindegy. Csak elvontad a figyelmemet. Mivel? Hát nem tudom. Dolgok. Jó Istenem. Smaciztunk. Hát, smaci, hát... Mondjuk, hogy csókocska. Igen, csókocska. Csókocska. Hol van a tes? Azt hittem egy pillanatra. Én is azt hittem. Hát jó, ez a tipp ez nem nyert. Tudsz valami ízét? Kocsmát? Kocsmát? Na, nincs egy kocsmát. Nem hiszem, hogy a... Hát az UFO-ba tutira nem, mert nincs pia. De lehet, hogy vannak csajok, lehet, hogy csajozna, nem? Várja, az nem. Ez nem az. Csajozna, mennyasszonya van. Mennyasszonya van? Hívd fel a mennyasszonyát! Az nincs ébren, persze. Na, bassz meg. Meg kell megint fölhívni, várja. Jó van. Ne törj össze minket. Dehogy is, profi sofőr vagyok. Mi az? Ja, és hogy igen, ügyes vagy. Igen. Igen. Nem veszi föl. Nem tudom, hol lehet. A Bob's Bóba nem árulnak alkoholt? Elvileg de. Akkor jelölj már egyet egy Bob's Bóba. Valamelyre erre van. Bob's Bóz, várjál. Bob's Bóz. Itt aztán balra, nem? Jaj, ja, de... akkor tudom. Ki adott neked jogsi? Nem tudom. Drága volt. Woohoo! Erre a rádiónk is van. Tesó, itt vagy rádió? Tesó? Én itt nem látom. Hát ez gatyafing. Angelo? Mondd azt neki, hogy nem tudom, hogy meg kell, hogy mentsen, mert baj van, és akkor biztos itt lesz. Várj, ott egy mentő. Az nem ő volt elütve, ügyi, nyugtass meg. Elnézést, nem láttak egy alkohol... ivott ember? Részeg, egy részeg, nem ott fut balra? Részeg testvéremet. Hol? Nem. Ott. Hol? Nem, nagyon nem. Szép. Baszki, nem láttak. Lehet, hogy bevitték a detoxikálóba? Fogalmam sincs. Bemenjünk a kóházba? Hát benézhetünk aztán, ha ott sincs, akkor nem tudom. Mindegy, ha a kórházban sincs, akkor elengedhetjük, nem kell az egész estédet azzal tölteni, majd megvesz, előkerül valahonnan. Hát te biztosan, ja. Eddig még nem volt olyan komolyabb baja. Biztos nem lesz, ne is aggódja érte. Hát az ide. Tök rendben lesz. Egy belevaló fasz a gyerek, hát egy vérbő vagy. Az biztos. Aggódjál miatt. Megérezném, hogyha baj lenne. Igen? Vannak ilyen zélen iker. Érzések? Iker megérzések, igen. Ah. Jóha. Az igen. Na várjál, beszaladok. Igen, igen, azért álltam meg. Csak kérdezz a biztonság meg. Jöv. Rendőrség? Igen, még a rendőrség, ami lenne. Mi az? Hát azt mondják, itt van bent, behozták és már le is kötözték. Ó. Oh. Akkor menjünk be hozzá, biztos beengednek, mint rokonok. Hát remélem. Én is. Hát sokan vagytok. Somi?
nincsen aritmiának se jele. Tisztelet. Szép napot, itt dolgozik? Tisztelet. Van egy. Ja, jó. Várjál, hívott. Jó, felhívod? Ja, ő hív. Hol vagy? Nem van kötözve. Letartóztattak. Bejöttem a kórházba, azt mondták, itt vagy. Te részeg emberben? Kérd meg, hogy engedjenek be minket hozzád. Mondd meg, hogy rokonok vagyunk, én vagyok a férjed. Engedjen! Ó, Istenem! Véletlenül pont van nálam együttjük. Te vagy a férjem, el is hiszik rögtön. Sima. Miért? Tök összeélünk. Igen, mind a ketten be vagyunk rúgva, ennyibe össze. Há, igen. Annyi, hogy a maszkot az fogok. Sok közös. Ne basztasd ezt a kurva rádiót! Érjen. Ó, oh, kivehetne már valaki. Jó, most hagyj érzi. Itt aci akarsz, most nem tudok hívni. Elrakom máskorra, mire a következő. Hát itt nem szabad. Tényleg nem szabad. Angelo, szóljál, hogy engedjenek be hozzád. Nagyon köszönöm. Szép napot, elnézést, egy rokonunkért jöttünk. Csókolom, csókolom. Rokonom. Szép napot, elnézést, igen, egy rokonért jöttünk. Angelo, a testvérem bent van, szegény és szeretnék eljutni hozzá. Most szenvedélybeteg. Ő meg a férje. Igen? Igen, igen. Azt a kurva, várj, vagy szatvár. Ó, itt van. Ó, Angelo. Rengeteg a részek. Jó vagy, Sógi. Őket is kössük le őket sorba? Nem oldozhatunk el. Mágneses zárakkal. Oldozzalak fel. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mondok én magának egy Jézus in nomine Patrit, jó? Ezt az in nomine Patrit, ezt a várakozóba tessék foglalkoztatni, jó? Ottan a jó Istenhez, meg a Szűz Máriához lehet imádkozni, a váróteremben. Jó, hát be kellett itten jönnünk, hát a rokon, ne tessék haragudni már. Nem haragszom, itt kell nem lennünk. Haragszom, bejön, morális hát látogatom egy kicsit kell. Később. Jó, egy kicsit azt a morálisságot ott a váróteremben, jó? Ezt neked. Á! Megütöd! Hát... Jó, szó. Akkor mondtam, hogy kint imádkozzon érte. Megfogom a kezét! Nem bántsad le ott, kicsit, már le ott. Kicsit, kicsit szorobassabban meghúzom, mágnes zárat újra lerakom szépen. Ide helyezem az ágyhoz, jó, erősen. Nem mondtad, hogy még ide szádra vert. Nem most már szó szerint ki vagy, de feszítve, mint Jézus. Most mondjam, hogy máshova vert akkor? Na szóval. Hát azt mondta, a kórházban mégse kéne. Megmutatom. Miért? Rabona! Tessék! Jöjjön ide, mert hívja a hölgy! Mi? Kicsoda? Bocsás. Az 53-as szaturációs hölgy nagyon hívja. Igen. Hú, ettől a dudáktól már jobban vagyok. Mibe segíthetek? Jaj, én ettől az EKG ritmustól vagyok sokkal jobban néha. Doktor úr? És milyen puhák? Csak közelebbről akartam megnézni, köszönöm. Jaj, ja, elnézést, hát hölgyem. Köszönöm, nagyon kedves. Bocsás, elnézést. Bocsásson, doktor bácsi! Egy rágógumit vegyem már be, jó? Köszönöm. Rágógumi, mi büdös a szed? Nem is büdös. Nekem nem. Milyen jó csatára. Csókolja meg, azt meg érzi. Igen? Na. Na, volt valami baj vele? Nem, finom érzünk. Sikert, vegyi gyümi. Megfogom a mangyetát, lejelzem a hölgynek a karjáról. Ó, bozsa, miért te jó prosztik. Na szóval, megfogom szépen itt a szaturáció mérőt is, leveszem a hölgyről, leveszem az LKG-t. Mondd meg, hogy ezt az anyád is hagynak. Ja, egyébként. Nagyon jó. Ide jövök szépen. Jó hölgyem, amit megállapítottam, szaturáció, tökéletes vérnyomás, egy kicsit alacsony, ezért venni fogunk magától egy laboratóriumi. Szaturáció, az nem az, hogy mennyire színes valami? Laboratóriumi eredmény, venni magától egy komplett vérképet, illetve egy biochémiai... biochémiát fogunk magától levenni, jó? Kicsit egyezik ebből? Egy kicsit, nem, nem. Köszönöm szépen. Sicki felé? Alig tudtam lekötni! De fáj neki, doktor úr! Nem baj, majd elmúlik. Szoros neki, el fogja izélni. El fogja szorítani dehogy az erejét, és akkor le kell vágni. Nem fogja szorítani. Nem baj, majd levágjuk, akkor nem mozog legalább annyit. Menjenek már két pillanatra váróteremben, nézzék már meg, hogy ott vagyok-e. Ez a pszichológiai osztály? Én csak sérülés miatt jöttem ide. Hát ez az úr, ez biztos a pszichiátriára megy. Som, tiszta szarul vagyok. Rosszul vagy? Igen. Uram, kérdez, álljon feles. Meg, mert szét fogja verni az ágyunkat, plasztikából van. Ez nem régi. Ez nem második világháborús fémágy. Ilyen agresszív rajta magát. Igen. Kérsz egy popcorn táncsára, bedobjam a szádba. Jó, megfogom szépen, ide jövök szépen. Előveszek egy ampulla haldot, ez egy 2 milliliteres fecskendőbe felszívom. Halalajat, be fog fosni. 0,8-as szépet.
ráteszem ide a combjára, a kezemet, megfogom, beleszúrom a tűt, aspirálok, nem vénába vagyok, izomba vagyok, megfogom szépen, belenyomom. Eztől körülbelül az úriember eléggé jó ki fog ütni, mind a ló. Na, szóval. Itt vagyok, hölgyem. Leszed a tesódat. Hogy hívják mi a pálapáncát? Szegény kém. Megfogok szépen, hogy fegyem. Hiperventilár, doktor úr! 10 mg aspirint, vagy nem tudom, mit szoktak mondani. Mióta vagy az más, te hülye. 30 g kokaint intravénásan. Röhög. Nem röhög. Sírok. Ja. Szóval, megfogom itt a fecskedet. Nekem beverte a fejemet, doktor úr, ha majd megvizsgálna. Igen, igen, jöjjenek, csak nézzék csak meg. Én már ezt bejobb. Én látom, hogy mit akar maga, nem akar átmérni. Már nagyon jól vagyok, úgy érzem. Hú, én megörülök itt a halandok háza. Mézeskút. Mézeskút. Na, fejére húzzák és kössék is meg a torkána. Na szóval, fecskendőt itt előveszem, egy kis fecskendőt. Előveszek egy ezmarkot, illetve egy alkoholos vattát. Megfogom itt szépen a hölgynek a jobb kezét, szépen elszólítom fönt a felkarnál az ezmarkot. Nem érnek oda, nem szeretem. Jó, rendben van, megfogom a 10 ml-es tízkömbös fecskendőt. Beszúrom itt a szépen, elkezdem kitapogatni szépen itt a zerét a hölgynek. Kicsit gyöngét a zerék, ezért elkezdem egy kicsit csapkodni itt a zúrra. Tessék, itt van egy popcornos vödör. Így kidurrant a véna. Behelyezem szépen így, né? Kihúzom a 10 köv vért, ráhelyezem a vattát, elengedem az ezmarhat, jó, leragasztom leukoplaszta, tökéletes, behelyezem ide a laboratóriumi gépembe, ami a komplet vérképet, illetve a biohémiát ki fogja vizsgálni. De jó gépei vannak a doktor úrnak, csak egy algopirinje nincs. Leukémiája van. De jó, hogy van? Jó. Nem tudom. Na szóval, így né? Völgyem, ez egy kis időben eltállik, mire megjön, addig teszek magának egy állandó tűt, illetve le fogok engedni magának egy fiziológiás oldatot. Igen. Úristen, de kellenek ezek? Filozófiás oldatok. Ne ideges. Igen, igen, ne idegeskedjen, maradjon, vesztek a magát. Vulkánokat látok kitölteni. Megfogom szépen. Tudja, hogy maga pszichopata. Vulkánokat. Exercise book. Fiziológiai adatot előveszem, hogy infúziós szerelékkel szépen így. Pilsner úr kvel! Így a felettesét! Pár pillanat foglalt. Én látom? Lehet, hogy rosszul raktam már fel neki az utolsó kenetet. Lehet, hogy fordítva tartottam a keresztet. Itt van, ami nagy baj van. Szépen az ezmarhot, szépen felhelyezem az hölgynek, úrnak. Meg kell vennünk a BMX-et neki az osamba. Így, igen, igaz? Szerintem is hát, ha még... Transformersnek a kezére, megfoglom, jó erősen meghúzom, így, kidurram még egyszer a véna, behelyezem a branőt szépen, így, né, leragasztom szépen, és majd az ezmarkot felengedem, majd bekötöm az infúziós szereléket, így, né, szépen lassan cseppek, illetve behelyezek egy ampullát, szépen az infúziós szerelékbe, és illetve ezzel, ennek köszönhetően a fájdalma egyre jobban enyhülni fog. Az a kaméleonos mese. Hölgyem uram, megkérem. Csarvas embereket látok. Hölgyem uram. Egy fájdalom csillapító. Mindjárt megkapja. Szar, mint vas. Na szóval. Utoljára. A váróterembe tessék várakozni. A váró? De én nem is vagyok váró. Én vágó vagyok. Jöjjenek ki, legyenek szívesek. Valami történt. Istenem. De a tesód, te látod a tesód? Jöjjenek, jöjjenek, jöjjenek. Nem, szerintem elvitte a részfaszot. Mindjárt jönnek maguk is sorban, idegeskedjenek. Itt várjanak egy pillanatot, köszönöm szépen, mindjárt jövök, kulcsra zárom addig. Soha nem fognak jönni, csak mondom. Ez hova tűnt? De kurva, a Gopini nem tudott volna adni. Az Isten áldja meg ezeket a részegeket. Szerintem elvitte a János, majd mindjárt visszahozza. Szétszakad a fejem az Isten rövés faszát. Már elnézést. Eljöttek akkor meg. Kedves uram, össze kell ragasztani, csak nem fog szétszakadni. Adjatok be egy frontint. Ó, de nagyon szépen, egy frontin. Bentád, nincs véletlenül. Persze, pont ahol járkálok. Na, de tényleg, hogy nincs rá. Vagy egy jó haska. Ja, Istenem. Sajnálom, hogy ez így alakult ezzel a hülyével. Nem hittem, hogy megint eljátszom. Ja, azt a részét ezt sajnálom. A többi az jó volt. Hát a többi az jó volt, de hát csak. Igen, csinál. Neked is jó volt. Bent várja. Hát? Igen, végül is. Na, kettő. Akkor ez jó. Meg kell ismételni. Hol van a barát? Egyébként. Hol van? Hát. Csak majd ne ígyjon ennyit. Vagyok nálam csak. De legyen baja. De akkor nem szabad neki inni adni. Aha. Hát vagy majd ketten megyünk inni, és akkor... Hát vagy az. De miért akarsz mindig inni menni? Hát én szeretek inni, te nem szeretsz inni? Azt mondtad, szeretsz inni. Hát de csak most kurvára fáj a fejem, az a helyzet. Esetleg hölgyem, van-e még továbbra fájdalma? Hát esetleg tíz után vannak kurvák is, hogyha arra fáj a fejed. Mi van?
sebesítés. Figyelj már, olyan vicces fiú. Hát igen. Várjál, komos eszentő vannak. Most vagyok én, addig. Te megvárod még a tesódat? Meg, de ha te neked menet kell, akkor nyugodtan. Ja, én megyek, az a baj, hogy már izé. Érzem, hogy zizeg a izé, a dizgés. Egész nyugodtan nem akarok feltartani, menj csak. Jó van. Köszönöm szépen a mai estét, nagyon jól éreztem magam. Hát remélem, hogy nem kurta nagyon el a tesó. Nem, nekem egyáltalán nem. Sokat nevettem, jól éreztem magam, majdnem vízbe fulladtam. De legalább megfogtam a cickódat is. Gyere már, ki ne itt beszéljük ezt. Ja, jól van. Valaki körül fog megélni. Most már mindegy, mert ez holnapra mindenki tudni mit? Fogja. Hogy megfogtam a cicit. Hát de azt az is. Hát nem. Hát egy szingli nő vagy, egy felnőtt izé. Hát önálló... de baszki, reggel óta vagyok szingli, reggel dobtak ki, hát azért... Hát és kidobtak, megérdemli a fasz. Örüljön, hogy nem izé szedreztelek meg. Mit csinálta? Szedrezni. Na, ezt még nem hallottam, lehet, hogy még... Nem vágod a szedrezést? Meg vagyok. Hát amikor kifeszíted a farkadat, és elengeded, és így jóra az arcára csapsz a nőnek, és ott marad a makkodnak a nyoma, és olyan, mint egy kis szeder. Az a megszedrezés. Minek kérdeztem rá? Elmennek fassza. Minek kérdeztem rá? Legalább most már ezt is szólok. Eprezésnek is hívják. Aha. Na, tudsz te dolgokat többet, mint én látod, ki itt a tapasztalat, hogy akkor te. Hát igen, szívesen oktatlak, ha gondolod. Jó, majd eszmét meg tudást cserélünk. Ez már beszéd. Jó van, vigyázz magadra, majd írd meg SMS-be, hogy mi volt a tesóddal, jó? Megírom, megírom. Na. Persze. Csumi! Puszi! Na, ez se egy BMW. Ja, Istenem! Na, hát ez egy egész vicces, mi ez, RP-re sikerült. Volt minden, volt egyébként izgalom, meg volt egy kis izé, kis bebaszós, randizós valami, szóval szerintem egész jó volt a mai nap. Azt sajnálom, hogy nem lett belőle nagyobb dara, de egyébként a pozitív része is megvan annak, hogy nem lett lövöldözés az egész sztoriból. Mert így legalább el lehetett menni, aztán Ramonáékkal ökörködni egyet. Én eléggé éltem. Szegény nyomorék Digónak a szerepét szerint. Voltak nagyon jók bennem. Eperke és barátaim? Egyik ismerős nőmet hívtak Eperkének, de nem emilyen. Hanem azért, mert sokat nézte aztán a Bleach-et, és a Bleach-ből a főszereplő az Ichigo, ha jól emlékszem, az Eperet jelent. De aztán lehet, hogy tök keverem az egészet. De lehet, hogy csak megeprezték, azt ráfogta az Ichigóra. Ichigo! Skacok! Hálásan köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. És ha igen, akkor találkozunk holnap. Ne feledjétek, csináljatok minél több klipet a legjobb, legviccesebb pillanatokból, hiszen abból nap mint nap tud szuper videókat vágni majd a Paul Project, hiszen az a tervük, hogy minél több szuper sortot csinálj. Én meg itt elalkozok a csukupam, mamma, mi a